Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hello Feri, hello Jani! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Szerda van, már csak kevesebb, mint... Hány munkanap? Még három munkanap. Igen, másoknak még szombaton van egy kis hadrendbeállítás. Igen, gyerekek. 25-e vagy. Nem tudom megtanulni ezt a mit, mikor, hogyan és miképpen dolgozunk, de hál' Isten nem kell. De hogy még akkor szombaton még egy páran küzdenek? Uh-huh. Igen. Igen, bár mondjuk a három munkanap ezen kívül az is véleményes, mert én hétfőn mások tényleg azt szeretném, azt rengeteg édességet, azt rengeteg friss tejterméket, azt rengeteg hozol friss péksüteményt és rengeteg ajándékot szeretném elfogyasztani, amit majd hoztok be. Ja, hogy mi? Hova? Mikor? Januárban a maradékot? Hétfőn. Mert akkor lesz az utolsó munkanapunk. Ja, de hát akkor még nincs maradék bájgli, hát azt ugye 24-én teszik az asztára. Hát, vagy milyen maradékra gondolsz? Nálunk nem lesz maradék bájgli, mert hogy ahhoz vennünk is kell. Bájgli. Szia Norbi, jó reggelt neked. Bájgli. Itt vagy te. Mindig friss, és mindig tetek kész. És hogy mindig, vagy Norbi, minden oké? Bájgli. 90%-os szénhidrát csökkentett Norbi. Hallod, hogy menj, menj, nem? Bágli. Kérdez egy pofont. Bágli. Legjobb poén, nem? Na, ő a legjobb arc. Most láttam egyébként egy cikket vele kapcsolatban valamelyik nap. Mit mondod? Bágli. Igen, meg hogy minden nap futtatják 5 kilométert a kisfiúkat, hogy igen. Jó paszba legyen. Igen, tetszik, persze, nem, jó, nem jó volt, is az. Nem jó volt őszinte a mosoly a gyereknek a futógépen, de hát hadd legyen. De hát nem baj, az a lényeg, hogy majd egészséges lesz, ha majd megszereti ő is, így van. Meg hát a kiválasztás a lényeg, igazából nem mindegy, hogy most izzadó vagy sírva távozik a szervezetéből a felesleges méreganyag, nem? Az a lényeg, hogy kivel. Na mindegy, nem is ez. Szóval futtatják a gyereket? Ah. Igen, futtatják, egy picit láttam róla egy ilyen képet, ők osztották meg állítólag a Facebookon. Ilyen sportos a kisrác, szerintem ráérnének még egy picit ezzel a dologgal. Hagyj játszom az a gyerek még egy pár évig, mielőtt elkezd komolyabban sportolni, de hát ez van. Hát nézd, kell a mozgás, nem? Igen. Hát az kell csak így, hogy így mondják, hogy már pedig most lefutsz 5 kilométert, az egy gyereknél nem mindig szokott bejönni. Az nem mindig jön be, igen. Nem baj, ha szereti a gyerek azt, amit csináltatnak vele. Ők tudják. Igen. Hát mondjuk, igen. Ja. Ez most jó, nem? Ja, de veled vagyunk. Én tudtok ellenérveket mondani, arra, amit mondtam? Hát vitába szállnék veled, de ugye? Sajnos hát most nincs értelme. Na hát most azért, ugye? Jó, hát épész érvekel az emberre, mi nem szívesen küzd. Azért mondom. Egy elbukott vállalkozás lenne. Mi újság van egyébként? Hát folyik a szokásos, venni kéne ezt, azt, amaszt, meg kéne letni ezt, azt, de természetesen már félig meddig lecsúsztunk róla, telefonálgatunk össze-vissza, hogy van-e még abból a dologból, amit szeretnénk. Természetesen nincs, csak más színben, illetve ha van, akkor majd 5 munkanap alatt majd behozzák, illetve hogyha nem, akkor majd megrendelik, és akkor majd január 22-e körül ide érkezik, de akkor már ugye késő lesz. Nem késő, az soha. Igazából nem. Úgyhogy gondolkodtam is rajta, hogy eltoljuk majd január 10-ére körülbelül. Picit megriadtál, hogy nyakunkon a karácsony? Igen. Egy hét múlva, vagy kevesebb, mint egy hét múlva? Adj egy fényképet arról, amit szeretnél adni, hogy majd ezt kapod meg. Nem? Igen. Tehát, hogyha nem jön az meg, jó. Ez vagy, nem rossz. Vagy rajzoltasd le a virággal, ha valami rokonnak lesz, és akkor az már egy külön ajándék, hogy virág rajzát kapja, és a rajzon látható tárgyat január közepén megkapod. Egyébként igaz is. Ennyi. És egyébként is most mit akart, tegnap is letöltöttem neki egy 30 napig ingyenesen használható szoftvert. De tényleg, most tényleg. Hát persze. Nem teszek meg mindent azért, hogy boldogan teljen a karácsonya. De januárban nagyon szomorú lesz, de most ez a 30 perc nap az jól telik. Igen, mit gondol az a gyerek az interneten? Január 17-ig boldog lesz. Igen. Norbi, mit veszel a gyereknek karácsonyra? Bágli. Rékánál? Bágli. Magadnak? Bágli. Igen. Mindjárt a gyerek azt kapja? Bágli. Hát ott bágliban fognak úszkálni. Én még picit el vagyok maradva ezzel az internetes vagy karácsonyi vásárlással, de majd most fölpörgük a hétvégén. Be kell hozni. Én úgy nagyjából... Rá kell pörögnem, úgy érzem. Elkészítettem már a listát, mert hogy tudatos vásárló vagyok, tehát tudom, hogy kinek mit kellene venni. Kellene, ugye? Nem biztos, hogy ez fog jönni, de úgy nagyjából már sejtem. Hogy kinek mit. Például magamnak. Nem. Mindenkinek megvan. Mindenkinek csak ilyen egy-egy dolgot fogunk venni. De az de nagy. Hogy de, de azok be fognak találni. Valahol olvastam, hogy a családban úgy csinálják, hogy hútnak, ja, 20 fős a család, és akkor mindenki csak egy ajándékot vesz. Ja, az nagyon menő. Az nagyon menő. Az nagyon szép. Nem tudod, hogy kitől kapod, örülsz neki, te is veszel, de csak egy embernek, annyira költséghatékony.
mint hogy 20 ember 20-nak vesz. Most a 26-dik valamit megvenni, igen, ami azért kíváncsi lennék egyszer egy olyan összesítésre, hogy mondjuk az ajándékok hány százalékának örültek valójában, és a olyan ajándékoknak, amik nem örültél, azt mindenki mondja, hogy mennyibe került, és azt adjuk össze. Szerintem milliárd. Több milliárd. Amit kidobáltunk az ablakon fölöslegesen. Ami effektíve nem okozott örömet, és fölraktad a polcra, és soha a büdös életben nem vetted le. Mondok egy ízi japán teás csésze. Vagy japán... minkorebeli váza. Most nem úgy értem, hogy ott vannak ezek a japán sushi evő készletek. Ja, igen. Nagy 15 000 forint, csak a kis tálka, a gyömbéres tál, 6 pálcika, stb. Na, érted? Vagy japán teás csésze készlet. Igen, ezt mindig olyan kapja, aki életében nem evett még sushit, és nem is tervezi. És nem is tervezi. De azért jó, mert ahogy az egyébként a készségét is fejleszti. Én szerintem azért jó venni egy ilyen kis evőeszközkészletet pálcikákkal, lehetőleg minél vékonyabb és minél vastagabban lakkozottat, hogy minél nehezebben lehessen vele megtanulni enni, mert ez még projekt lesz neki egy-két hónap múlva is. Akkor is a karácsony fog az eszébe jutni majd, amikor fogja a kis, hogy hívják okat, és akkor elkezd vele venni. Hogy a csirkepörkölt, igen. Mennyi pénzt költünk összesen karácsonyra, arról vannak kimutatások? Vannak, szerintem minden évben jön, hogy mi az átlag, talán most ilyen 30 ezer körül van. 30 ezer? De az 10 millióra leosztva? Az igen, igen. Nyilván van, akinél 70 is ott, akkor újszülött, az nem? Aha, tehát 30 ezer. Az valami ilyesmit hall, de nem esküszöm meg rá. Az mennyi? Ezt most képtelen vagyok kiszámolni. 10 milliószor 30 ezer. De jó. 10 milliószor 3. 30 millió. Millió? 30-szor 300 millió. 300-szor 3 milliárd. 90 milliárd. Nem? 3000-szer az 30 milliárd, az nem lehet. Nem. És 30000-szer hol tartottam? Nem tudom, de én már, mondjuk én már rányomtam. Hú, akkor a matekosok vagyunk. Igen, a kutya fáját, de jók vagyunk. A honfogalón én már beblöföltem ilyenkor a 90 milliárdot. Eljön a lapon. Felejtsétek el ezt a kérdést. Nem, tényleg egy olyan összesítés, hogy mennyi mindent lehetne abból valójában venni, jobbá tenni, adni azon ajándékok értékének, ami ment a kukába, ment a polcra, ment be a szekrénybe, soha többet rá nem néztél, fel nem vetted, nem hordtad, nem örültél neki. Szerintem megdöbbentő lenne, hogy mi pénzt herdálunk el ilyenkor. Bepotolva az egész éves érzelem nem kimutatást, illetve szeretet hullámnak bedőlve kicsit, nem? Mondom, ez a családi húzás, ez egy nagyon szimpatikus dolog volt. Szóval annyira tetszett, hogy nincs ez a dömping, hanem mindenki egy valamit, egy kedveset készít, csinál, rajzol, és akkor úgy várod, hogy téged kihúzott, meg te kit húztál, és kinek adhatod oda. Ráadásul ez jó. Igen, nagyon szép volt. Egy hónapban már karácsony előtt. Tehát igen, van egy nagy csinál. Ebéd, ott húztok egyet, igen, röhögtök. Mindenki összeveszett, mindenkivel mehet. Igen. Gyomozott, hogy az anyósodat húztad, veszenek egy WC-kefét. Igen, próbálod elcserélni. Igen, cseréljünk, a mamát húztam, valamit csináljunk, igen. Meg szerintem mondjuk nem csak abból az összegből kell kiindulni, amit unblock elköltünk, hanem hogy, mert szerintem az még megdöbbentőbb lehet, hogy mennyi pénzt költünk el olyan ajándékra, aminek aztán nem örülnek. Ezért támogatom én nagyon, már évek óta egyébként élharcosa vagyok, egyrészt a tudatos vásárlásnak, másrészt pedig a cellofánba csomagolásnak. Ja, mert látod, hogy mi van, és szerintem létre kellene hozni egy olyan weboldalt, aminek az lenne a neve, hogy www.aminektetalánörülnél.hu, és ide feldobni tényleg azokat az ajándékokat, amiket megkaptál, aztán valaki gátis elvihetné, vagy esetleg elcserélhetné, de az elcserélés sem. Tehát, hogy akkor hát, ha van olyan az országban, aki örül annak a beszélő halnak a falon. Nem? És akkor csak cserélni tudsz, hogy meg is lehet venni? Nem. Csak cserélni? Nem. Igazából ajándék. Tehát, hogyha valaki jelzi azt, hogy oké, az menjen el érte, most a költséget ne kelljen fizetni, utánvétellel juthasson hozzá, stb. Vadidegen is jó. Legalább ő örül neki. Miért adsz ajándékot? Hát adjon ő is valamit akkor, nem? Mert a vadidegen nem számít rá, hogy adsz neki, és annál jobban fog neki örülni. Egy idegentől kaptam ajándékot, de jó érzés ez. Na, van erre. Én is kaptam valakitől tegnap egy névtelen levelet, amiben legyőkereztek. Én örültem neki. Látod? Hát és tényleg? Nem volt valami, Kovács Béla volt az aláírás, nyilván egyébként már az írásból láttam, hogy hölgy küldtem. De köszönöm szépen, itt a karácsony, úgyhogy szeretett ünnepen, nagyon kedves. Mire alapozta, mert egyébként megállja a helyét, csak kérdezem. Persze, hát most nem volt. Hát sok érve volt. Azt hiszem 3 vagy 4. Gyökér vagy. Hogy gyökér vagyok. És hogy ismeretlen embertől jött, és gondolt rám így karácsonykor, olyan jó érzés volt. Kibontottam, elolvastam, és azt mondtam, hogy valakinek eszébe jutottam. Valakinek még. Benne vagy a szívében. Azokon kívül vagy is, valahol. És itt, igen. De hogy tök jó, hogyha idegen embertől kapsz valamit, az egy tök jó érzés.
És Norbi vajon minek örülne a legjobban? Bányli. Őt nem lehet kizökkenteni. Ugye, Norbi? Bányli. Na, de most mi egyről beszélünk, a nem örült ajándékok, vagy a nem hasznosított ajándékok. Tehát az ugyanaz. Igen, csak akkor a formáját is találjuk meg, hogy akkor hogy jusson olyanokhoz, akik esetleg ezt kedvelik. Egyébként ott van például az adókapok rovata honlapunkon, oda is fel lehet tenni, de egyébként... Hát csak az a baj, hogy sokan azért érzelmileg tudod kötődnek hozzá, hogy mégis ajándék, nem adom tovább. Hát meg átjön márciusban anyuka, azt megkérdezi, hogy nyilván a karjaival, tudod? Azért az a baj. És a sushi készletet megnézi, vagy a kötött pulóvert, vagy a nem tudom. Az is jó egyébként, ha mindenki megmondja, hogy mit szeretne. Vagy az kiábrándító nagyon? Nem, én egyben nagyon hiszek, nem. Hát felnőttünk már szerintem. Szóval még az van, hogy legyen egy olyan dolog, amit szeretne, meg legyen mellett egy kicsi. Tudod? Amiről nem tud. Aha, ami meglepi. Ami meglepi. És akkor így a hasznos, meg a praktikus, meg az, ami azért egy kicsit romantikus. Pedig amikor látod, hogy bejön a kertkapun a mama, és gyorsan felkapod magadra az iszonyatosan a ronda pulóvertet, kezedbe veszed a horgászbotot, a fejedre húzod a tapsolós sapkát, érted? Akkor azért az nem lehet rossz érzés. Kinyitja az ajtót, és meglát benne, és Istenem, ugye, hogy jöttek ott, hogy megszereted. Igen, annyira, hogy még az átszetlit is evetted le róla. Van ilyen számunkért ajándékokat csinálja valaki? Tényleg? Nagyon sok. De átjön és csekkol? Igen, hogy ott van-e, kitetted-e? Tényleg? Aha, abból esztek-e, fölvetted-e? Ez a csúnya pulcs is ugye egyébként is csak nálunk gáz, mert például a világ számos tájékán van most már csúnya pulcsi nap, azt hiszem múlt hét péntek volt vagy előtte, amikor az a feladatod, hogy a világ lehető legcsúnyább pulóverét vedd fel, és mindenki sírva röhög, tehát hogy nem ciki, érted? És egy napon mindenki... Ez hol van? Angliában például nagy hagyománya van, azt hiszem két hete pénteken volt, mindenki rénszarvasos pulcs. Az, van olyan, én tudnék olyan bejönni. De nem jó. Rénszarvasos. Barna rénszarvasos, zöld füleken. Pénteken csináljuk meg. Az van pénteken. Most pénteken. Pénteken? A legcsúnyabb pulcsid, amit van, azt hozzad. Neked tök jó, neked csak csúnya pulcsiaid vannak. De személy vagy. Te csak fölöltözöl, mint egy átlagos péntek reggel, és szerintem lehet, hogy... De a Zsülnek a Káró mintásával se kell nagyon tovább. A mondjuk az világmárka, ráadásul teniszvonal. A krokodil. Igen. Csak kár, hogy ennek felfelé állnak a lábai. Szerintem rossz helyen. Valahol fölvarták. De ez a csúnya pulcsi egyébként, ez jó. Én tudok jönni. Tudok jönni, piros rénszarvasosba, ha akarjátok pénteken. Én mondom egyébként, hogy szerintem melyik az. A rénszarvas motivum az oké, de úgy, hogy mondjuk filcből, meg valamilyen pamutszerű anyagból van rávarva. Ami olyanná teszi a merrészen, mint hogyha háromszor olyan vastag lenne a pulcsi, mint amilyen egyébként. Na, én attól kész vagyok. Tehát amikor egy plusz anyagdarab, vagy plusz több anyagdarab. Igen, az, hú de jó. Úgyhogy. De én normig mintásod például nagyon sokáig szerettem volna gyerekkoromban, mert azt hittem, hogy az a menő. Még vannak ilyen kényszerképzeteim akkor természetesen, de hogy igen, egyébként gyerekkoromban imádtam sok volna olyat. Hittük azt, hogy akkor az menő a zöld farmer, meg a kőmosott, kőkoptatott téglavörös farmer, de hát akkor nyilván az volt. UV-zöld, fényvisszaverő, pulcsi, azért egy időszakban, akinek olyan nem volt, hát az... Az senki volt? Az egy leszakadt társadalmi réteghez tartozott. Igen. Na jó van. Közlekedés. Akkor pénteken csúnyán jövünk? Hát én hozok váltást, mert nekem utána van dolgom, de bejövök. Bejövök abba reggel, és akkor sötétbe jössz reggel, úgyhogy nem lesznek tanúk. Nem, fölöttem, vehetünk valami rondasági versenyt csináltuk. És fölrakjuk a képet. Jó van, hogy állunk játékkal? Hát, ezt kérdezem. Egy-egy a harcunk. Egy-egy a harcunkkal, mert én hoztam egyet hétfőn, te... Hát, de mondtam, hogy odapirítok. Nagyon mondtam, szeretnénk már látni. Hát igen, de tegnap mondtad, nem hogy Balázs ököl, Vas ököl, oda csapolva a köl, de aztán ebből nem lett. Ebből nagyon nem. Hát nem. A csapataidő készen állok, de hát egyelőre még. És tegnap még nagyon azt mondtad, hogy ma is akarsz. Így van, ahogy Nagy Imre mondta, csapataink harcban állnak. Így van. A kormány a helyén. De hogy a mindent elsöprő ellentámadás, illetve roham, az még annyira nem valósult meg, de már felálltak a csapat. Már felálltak. Így van, már harci alakzatban vagy egy napja. Igen. Oké, lehet jelentkezni játékra. Jó, és hát igen. Akik jól játszanak, csak azok, jó? Nehogy aztán most itt beinkösetek, hogy megint gyerekekkel vagy idősekkel bántunk el. Nagyon erős, nagyon jó játszó játékosokat keresünk. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:47 múlt pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy friss közlekedési hírrel is, mert hogy az is van. Valahol itt láttam. Olaszfalu, Szibéria, 10 centi hó. És most is esik. Padlós Ati.
hogy olasz falu egyenlő Szibéria. Szibéria. 10 centi hó. Nagyon hideg. Elsőre is megvolt? Olasz falu, nem? Igen. Szibéria. Elsőre is értetted Szibéria? Ne ismételgessem többet. Esik a hó, nem? Igen, van egy kis hóesés. Most álltam fel a WC-ről, Beigli volt benne, Norbi és Jéka. Nem már. Tudom, meg répa. Jéka, Norbi és Jéka. Csorvasnál teljes útzár, kamionautó kerítés, tűzoltók, mentők a helyszínen. Taxis Robi küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Na, oké, nézzük meg akkor, hogy mit hoz a mára rendelt Szent Evangélium. Jó? Ki a mai játékosunk? A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Köszönöm, hogy a nevetéssel is támogattok. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Gyuszi vagyok. Gyuszi, hello Gyuszi. Honnan hívsz minket? Én jó Rotterdamba élök. Jelenleg úton vagyok, dolgozok. Rotterdam, a festés skócia. Isteni hely. Imádom azokat a kastélyokat. A skót kastélyok. Azok a végtelen zöld területek, fantasztikus. Majdnem. Igen. Na, komolyra fordítva, mit csinálsz ott Rotterdamban, Angliában? Angliában, jó. Jó van, földrajzban ott van, vagy? Nem, most tényleg komolyra fordítva szót. Itt dolgozom kint Hollandiában, mint teherautósofőr. 4,5 éve kinélek. Gyakorlatilag ennyi. Uh-huh. És most hol vagy helyileg? Itthon? Vagy kint? Nem, kint. Ja, most kint is kint vagy. Igen. Drága játék lesz. Hogy tudtad, hogy most játszunk? Vagy hogy interneten? Vagy hogy hallasz? Igen. Van egy ilyen applikáció, amit le lehet tölteni, és világrádiót lehet vele hallgatni. Én minden reggetiteket hallgatlak, mert nem csak én, hanem nagyon-nagyon sok magyar, aki kint él, az is itteket hallat. Hihetetlen. De jó. Hangzik, hogy még ott az ibériai félszigeten is minket lehet hallgatni. Hihetetlen, hogy mennyire ott vagyunk. Nem ibériai, pireneusi félsziget. Ja, tényleg. Figyelj, de hogy ahhoz 3G kell neked folyamatosan, hogy tudjál minket hallgatni, vagy wifi, nem? De hát a kocsiban, igen. A kocsiban nincs 3, vagy a kocsiban nincs wifi, ott 3G van. Hát de mobiltelefon. Tehát most én nem akarom kimondani a szolgáltató nevét, vagyok egy szolgáltatónál előfizetés. Aha, igen, simán, persze, tudod, letöltöd magát és az akkor applikáció. Utána bekapcsolom a netet, és hallgatlak titeket. Igen. Ha. Nekem is van ilyen applikáció, milyen több száz amerikai, meg nem tudom milyen rádióadók vannak rajtam, és közte van a magyar összes adó is. Igen. Hogy elhúzott tőlünk már a Baltikum is. Ugye? Igen. És mindezt olcsón tudják ott megcsinálni. És mindezt nagyon-nagyon olcsón. Oké, hát. Gyuszikám, te ott Rotterdamban kivel szeretnél játszani? Hogy csináljuk, hát hogy legyen? Hát, ugye? Igen. Most ne visszakozz. Kicsit bíztam benne, hogy mi már letettük a fegyvert, a mi csapataink jelenleg pihennek. A ti csapataitok már karácsonyoznak, így, tehát ti már elvonultatok ünnepelni. A tieid viszont fegyverbe állnak. Véreéhesen. Egy óriási egy-egyel jelen pillanatban. Oké, Gyuszikám, ne legyél passzív, ez a lényeg, jó? Jó. Beszélj sokat, és amit tudok neked tanácsolni, mielőbb mondd ki valamelyik tiltott szót, jó? Te ezt tudok tiszta szívből tanácsolni neked. Mehetünk? Persze. Na, János? 3, 2, 1, fejőr! Gyuszi! Itt vagy, Gyuszi? Igen, szia Balázs! A legősibb trükköm bejött, mint régen! Szép volt! Jó volt! Ebben már nem hittem ebbe a trükkbe, azt hittem ez már nem működik. Ez nagyon kemény volt. Igen. Ezt már nem nyalta be senki pedig az utóbbi másfél-két évben. Jó, hát már... Így jártam. Gyuszi, hát most egy picit nem sajnálom. Megmondom, hogy nagyon kell. Nagyon kell ez a győzelem. Kettő most. 2-1. Bizony. Hát sajnos így alakult. Nyilván ez azért van, mert mostanában többet beszélsz katalánul, mint magyar. Igen. Gyuszi, ne haragudj, bocsánat, de muszáj volt. Nem, semmi baj. Nagyon örültem, hogy veletek játszhattam, hallottam a hangotokat. Jössz haza karácsonyra, vagy kint maradsz ott Franciaországban?
Igen, kimaradok Párizsban. Kimaradsz Párizs mellett. Nagyon jó, nagyon jó. És hát figyelj, ettől függetlenül nagyon-nagyon szépen köszönjük tényleg, hogy még ott is minket hallgatsz, pedig hát nyilván van egy csomó korzikai adó, amit nagyon szeretnek a helye. Figyelj, ők ott hogy karácsonyoznak? Van valami unikum az ő karácsonyukban? Mit tudom én, 25-dik jön a Jézuska, kesztyűbe rakják, mit tudom én, bármi, valami ami más, mint a magyar karácsony? Persze nálunk, december 5-én jön a Mikulás, és akkor állítják fel a karácsonyt már. Tehát nálunk 25-25 már régen áll a karácsonyt. Tényleg? Vagy ilyen csofott, összeszáradt karácsonyfájuk van 25-ére. És Mikuláskor van a karácsonyfállítás? Ez érdekes, ezt nem tudtam. Igen, igen, és 5-én jön a Mikulás, nem 6-án, mint nálik. És akkor áll 24-ig, 25-ig, és akkor utána bontják is, vagy ugyanúgy, mint a magyaroknál, sokáig áll még utána a fa? Minden más tartásban máshogy van, mert ugye nagyon sok nemzetiség éli. Például a marokkóiak nem is tartják. A hollandok általában olyan 28-29-én már kivágják a fát. Aha, Marokkó is Benelux állam. Lesz, oda csatolták. Na jó, hát köszi, hogy minket hallgatsz, hát olyan jó tényleg, annyira örülünk, amikor így azt halljuk, hogy így más országokban, egy kicsi fülesbe valakinek ott Rotterdamban, Hollandiában ott vagyunk a tök a fülében. És hogy ott is Hollandiában van tényleg? Nem, most csak beblöfődnek. Ja, Gyuszi, köszi, boldog ünnepet neked. Nektek is. Köszi, ciao. Hello. Nem, ez mindig egy jó érzés, hogy lehet, hogy Ausztriában hallgat minket valaki, hát most Japánban vagyunk valaki fülében, vagy mit tudom, Egyiptomban, vagy mit tudom én, Dél-Amerikában, az Egyesült Államokban, hogy így nem is tudod, nem, itt iszogatod a kis teádat, csinálod a műsort, és valahol a világ másik oldalán egy, mit tudom én, tényleg egy ausztráliai vonaton valaki ül, és mondjuk minket hallgat. Ott áldat, ezek jó dolgok. A szélben, a Hornfokon. Ja. Azt mondja, jó bent hagyjátszak, igen. Na jó, szarvasgázoltak a 11-esen Leányfalu után, ez Gajgi küldte nekünk, köszönjük szépen, és Bonyhádon jégpálya van az utakon, Kulgyi küldte, mindenki menjen óvatosan, valamint Szegeden finom, ónos eső szemerkél, csak azért, hogy a szegediek is jobban szórakozzanak. 4 perc van pontosan, 7 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 7 óra, 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk szerdán, még 3 darab munkanap, akik szombaton is dolgoznak, ők ne haragudjanak ezért ránk, nem akarunk senkit ingerelni ezzel, de nekünk már csak 3. És utána kicsit elmegyünk, és nem látjuk egymást 2 hétig. De majd írsz. Viszont a mondat második fele volt itt igazán a hangsúlyos teszek. Itt írsz, mint minden nap, ugye? Tavaly. Tudod, hogyha ha nagyon hiányzom, átjöhetsz megölelni. Jaj, de drága vagy. Sose felejtsétek el, hogy a telefonomban benne vannak azok a betűk, amikkel írhatnék nektek üzenetet. Ezen a... De nem koptatod. Ebben az időszakban, de... Tudod, hogy minden évben a kidobott 20 forintok ellen vagyok, a angyalka szájon rád, a csillagszóról lepje el a lelked, és szarvacska bújjon be az ablakodon SMS-ek ellen. Mióta ezt mondom, egy 3-4 éve megtizedeltem a nekem író szeretteket, de ez nem is baj. Egyébként tök jó. Talán tavaly már csak 3 jött. És kedves Balázs, vagy még az nem, se? Nem, ugye az se, hát ugye sosincs benne, rosszul vagyok továbbra is ezektől, írtom őket, ahol tudom, de szerintem kezd kimenni a divatból, tehát azt gondolom, hogy ez lecsengett, nem? Ha a név szerint írsz, akkor oké, azt mondom, hogy a személyeset írsz, de ez a körbe küldött üzenet, hát az kijelöl mindenki. Na, egyszerűen csak tovább küld, vagy tovább, igen, tovább küld mindenki. De pár éve nagyon nagy divat volt ez az angyalka, szálljon rád, és két csengő, nyissa meg a lelked, és úristen, a hideg rázott tőletek. És soha nem azért, mert nem volt cuki maga az üzenet tartalma, mert igen, az volt, hanem az a fajta személytelenség, ami egy ilyen üzenetből áradt, hát ez most már minden telefonban 6 ilyen van a sablonban, nem? Így adják a telcsit, gyári applikáció, és ilyen lerázós a sztori, nem azt érzed? Na jó van, mindenkinek körbe küldtem, túl vagyok rajta, az elosztok van, kész, ennyi. Olcsóbb, mint egy levelező lap. Meg azzal is kell menni a postára. Na mindegy, de hogy ezek most már nem jönnek, hál' Isten. Viszont beszéltünk arról, hogy ki hol hallgat minket, és annyira jó, rengeteg hallgatónk írt, hogy hol hallgatnak bennünket, amit mi nem is gondolnánk, illetve nyilván tudjuk, hiszen jönnek azért néha e-mailek innen-onnan, a világ minden tájáról, de amikor az ember ezt így látja, ez így megjelenik, akkor azt nagyon jó látni. London, oké, hát arra még azért számítottunk. Angliából, Londonból is hallgattunk titeket, sofőr vagyok, és árut szállítok a Heathrow-ra. Boldog karácsony nektek. Ausztráliában hallgatlak titeket minden nap, gyakran vonaton, bár délután 3-kor kezdődik a műsor. Milyen durva, hogy vannak országok, ahol tényleg mi délutáni műsor vagyunk, nem? Tehát effektíve hazameneti... Az is drive time. A drive time, igen, csak a hazameneteles műsor vagyunk. Fiúk, nagyon nemzetköziek vagytok. Svájci telcsivel, azzal a bizonyos applikációval Tájföldön.
hallgatlak benneteket. Na, elkövettél valamit. Boldog karácsony. Tessék? Elkövettél valamit, ki kell menni. Igen, lehet, hogy ő nem tud hazajönni. Ausztriában minden reggel rátok teázom, pusszancs. Németország Kölnből is hallgatnak minket. Egy másik SMS szintén Ausztráliából. Luxemburgban hallgatunk titeket minden reggel, Kriszti és Gábor. Én Irakban hallgatom a műsort. Az is szép hely. És egy valószínűleg egy iraki szám egyébként. Irak. Hogy kell? Még egy jó hosszú szám. Megmondom neked. Hát most ez vagy... 9-es, az Bagdad. Plusz 96, nézd meg. Irak hívó számát. Jani? Irak hívó számát. Hát Irak hívó számát. Hagyjad már, te Google király. Gyerekek, hát mi van? Irak hívó száma azt mondja, 964. Azaz. De jó. Azaz. Ott van. 964, és az SMS is 964. Tényleg. Kemény. Jó, nem? Mit csinálsz? Mint azt írt már még. Tényleg, így dobj el egy SMS, hogy mit csinálsz Irakban, mert ez érdekes. Hm. Irakban azért nem annyira szoktak minket hallgatni. Van más dolguk van azoknak, akik ott vannak most. Ott nem biztos, hogy rádőznál, igen. Azt mondja, hogy Melbourne, 25 Celsius fok napsütés, Bea és Lajos ott hallgat minket, úgyhogy nagyon-nagyon sok hallgatók, és meg nem is kértük, hogy írjanak, ugye? Tehát még jöhetne Pekingből, Ázsia más országaiból, városaiból, Amerika, talán Dél-Amerika, ott talán egy kicsit kevesebb, Közép-Amerikában is vagyunk szerintem, úgyhogy... És az afrikai országok. Tényleg. Tényleg. Egy jó Etiópia, nem ír senki. Igen. De jött olyan SMS is, hogyha még egy huligánsz beraktok, rátok gyűjtöm a műsor. Rátok gyűjtöm a stúdiót, írja. Igen. Na jó, ha valaki még ilyen nagyon nemzetközi, akkor írja már meg, hogy mit csinál. Csorvásról is jött. Mióta hallgat minket, és kivel. Na, állítólagosan több országban, így például Angliában is egyre elfogadottabb az, ha az első randi nem a pasi fizet. Ez ugye egy érzékeny terület, erről mindenkinek megvan a véleménye. Angliában egyre többször kifejezetten kérik maguknak a nők, hogy fizethessenek, vagyis pontosabban kikérik maguknak, ha nem kapják meg az egyenjogúságot. Tehát vannak olyan női egyenjogúsági harcosok, akik azt mondják, hogy ha te engem meghívsz, akkor ezzel ugye engem hátrébb sorolsz önmagadnál, vagyis ugye nem vagyunk egyenjogúak. És egyre több nő ragaszkodik ahhoz, hogy fizessen. Igazi hülyék. Tessék? Igazi hülyék. Na, mert miért? Mert azért, mert ne tegyük nézd, már. Hogy csillog a Jani szemben. Ne. Észnél vagy Feri? Kivel vagy Feri? Velünk vagy a pénztárcában? Érteleg. Hogy ezeket, ne vegyük már el ezeket az apró szép dolgokat. Hogy igenis szerintem, hogy a csajok, egy picit gondolkodjatok, vagy gondoljatok már bele abba, hogy nem szép gesztus, hogy a hapsi kifizeti a kávét, hogy fölsegíti hát a kabátodat. Hát nem akarják. Emancipációt akarnak, Feri, nem? Nem figyelsz oda arra, amit a Balázs mondod? Nem akarják, és kész. Mit erőszakoskodsz? De nem, te már úgysem randizol. Nem sovinista disznó. Nem mindegy. Igen, neked. Mondhatni, te már nem vagy egy randiguru. Igen, hogy neked ahogy már egyik ő se az nagyon. Figyelj, de most ezzel mi a baj tulajdonképpen? Hogy elveszük azokat a világrendje? Igen. Tűnik ezzel el? Igen, hogy elveszük azokat, hogy egy csomó, azt nem értitek meg azok, akik emellett kampányolnak, hogy egy csomó más dolog is borul az életben ettől, érted? És az a, tudom, hogy nem divat már ez a klasszik családmodell, meg hogy ez milyen szép, hogy apunak is van feladata, meg anyunak is, de hogy ezek mind-mind megborulnak tőle, hogy az ne fájjon már, hogy valaki kifizet egy kávét, nem feltétlenül azért fizet, mert utána leakad veled feküdni, nyilván az is benne van a pakliban, de azt nem azért fizeti a kávét, érted? Azért akar lefeküdni, mert tetszel neki, vagy hogy majd jártok együtt. Mert én mindig azt érzem ezek mögött, hogy mi egyenjogúak vagyunk, és akkor mi is hadd fizessünk, mert akkor én alacsonyabb rangú vagyok. Nem vagy alacsonyabb rangú. Ha pillanat, tiszteletet. Mi van, ha kapsz, felét érted? Fizetni? Azok a régi azt dolgok, mondja, hogy... Egyébként na, az a komcsi reklám. Te rohadt komcsi, a régi jó dolgokból nem marad semmi, mi? De tényleg. Hogy, tehát azért nem egy kávéról van szó, tehát ma elmész egy csajjal randizni, elmentek egy moziba, vesztek két mozi egyet, 3000, veszel két nachos, veszel két üdítőt, tehát úgy belemész egy hatocskába azonnal. Bizony. Ami azt mondom, hogy sokaknak lehet. Baj-e például az, ha a csaj bele akarja adni az első randin a felét? Hát szerintem egyáltalán nem probléma, sőt el is várna az ember, akár még egy picit többet is adhat bele engem, egyáltalán nem zavarna. Egyébként nem tudom, hogy tudtál-e a sorok mögött olvasni, a Feri csak egy kávét investál egy újra. Értem, csak egy kávét megyek el. Szerintem ezzel egyáltalán nincs probléma. Az első randi, az aperitív.
az egy kis kóstoló. Egy jó aperol spritz. A kóstolóért szoktál fizetni, egyébként randik. A kóstolóért fizetsz, Feri? Na hát neki se kell fiakot, pont, hogy ő ne nem fizessen. Ízlik, nem veszel belőle. Nem investál belőle. Miért vagy ennyire heves, Feri, a tegnapi... Igen, nem 4 órás össze. Vásárlás után most bizonyítasz, hogy hogyha mész 4 órát vásárolni a párodnak, akkor tegnap te voltál a nő, ma te vagy a férfi, nem, helyes, jól vállalod nem, a szerepeket egyébként. Pont ugyanaz, a kettő ugyanaz, hogy ott is a segítséget adod meg, érted? És más a dolog, tehát hogy más a dolog, ha a csaj jó fejen ezt elmondja, hogy figyelj, tudom, hogy mennyibe kerül a mozi jegy, tudom, hogy elmegyünk még vacsorázni, és ez neked 10 000 remélem forint ott lesz. Is nem, 10 000 forint lesz, én szeretnék veled felezni, mert nem akarlak téged költségbe verni. Ez oké, okay, de tehát így meg lehet oldani, így szépen el lehet mondani, de nekem ezzel a marha nagy feminin izével van. Gondolom, hogy nekem ne fizessen senki, mert akkor én meg vagyok alázva. Hát de meg ha nem akarja, alázva. Hát az a jó neki. Figyelj, az első randikon általában én is meghívtam a csajokat, de én bírom, ha egy csaj fizet. Én a Vikinél is nagyon szeretem, hogy ő fizet, nincs ez a, ez mindig a Palinak, régen, mikor randiztam, régen. De az első randin a Vikitől se érted el. A... Én nem akarnám kérdezni semmit. Hogy engem nem zavart. Én nem csináltam ebből egy ilyen presztízs kérdést. Sőt, elkérted a Vikitől a benzinpénz felét, amikor elmentél érte? Hát mit lementünk Siófokra, akkor a felét kifizette természetesen. Hát ne viccél, oda vissza a strandbelépő egy autópályán. Nem, én azokat a csajokat nem bírom, akik elvárják. Tehát hogy kifizessék? Hogy igen, hogy elmész egy csajra randizni, fizetsz. Elmész vele vacsorázni, megint fizetsz. Elmész megint vele valahova, megint fizetsz. És nekem nem az kell, hogy engem meghívjon. Nekem az kell, hogy érezzem, hogy egyszerű ennyi. Akar fizetni. Hát mármint a csaj. Egyről beszélünk. Ha szépen vezeti elő, és azt mondja, hogy figyelj, hadd szálljak be, mert látom, hogy sok tényleg, akkor oké, okay. Csak itt nem erről van szó. Nem is a beszállás, nyilván autóban nem. Most persze én fordítottam egyet a dolgon, tehát hogy én szeretem azért, ha egy csaj fölajánlja, mert akkor azt érzem, hogy azért ez neki nem egy elvárás. Vagy neki ez nem természetes, hogy a Pali fizet. Mert egyébként szerintem nem az. Igen, de itt arról tehát, hogy van szó, hogy ezek az első, igen, utána fizessen a nő. Miért ne fizethetne a nő? Fizessen, nem ez, csak nekem az a izé, hogy már pedig engem senki ne, mert ez a mondat így hangzik el, érted? Az aktivistától, hogy már pedig engem ne hívjon Feri, meg senki. Feri, hogy a cecár támadjon le. Most igen. Miért na, vagy ilyen most értetlen? De most komolyan. Ezt most megint jól elszilárdoltad. Na, miért kellett ezt az ügyet is most elszilárdolni? Nem, pont, hogy ti szilárdoljátok el. Ti szilárdoljátok el, én nem szilárdolom el. De azzal teszel jót vele, te gyakorlatilag az első randi már bizonyítod azt, hogy te egyenrangú partnerként kezeled őt. Hogy nem kell alányulnod, hogy nem kell terelgetned, hogy nem kell, igen, majd a második randin esetleg, de hogy őt ember számba veszed. De nem igaza van a Ferinek abból a szempontból, ugyanolyan, hogy... ugyanolyan szinten kezeled, mint saját magad. Igen, csak úgy nem jó, úgy nem kezeled ugyanolyan szinten, ha azt mondod, hogy fizess már ki a felét a izének, a nem, érted? Nem, másról beszélünk. A Feri azt mondja, hogy igaza van abból a szempontból, hogy az a nő, aki azt mondja, hogy nekem ne fizessél, majd én fizetek, mert engem ne nézz, az gáz. Tehát, érted? Hogy hagyja egy nő meghívni magát. Ebben van igazság. Te ezt mondod, nem, hogy a nő ne kardoskodjon ott az első. Így van, de ha szépen mondja, hogy figyelj, látom, hogy mennyibe kerül, odaadom a felét, jó? Akkor oké. Okay. Akkor azt mondom, akkor visszautasíthatom, hogy ne hülyéskedj. Én hívtalak el randizni, hadd fizessek. Én majd a következő te esetleg. Figyelj, én randiztam úgy csajjal. Hiltonba megyünk. Randiztam úgy csajjal régen. Hogy nem kérdeztem semmit. Soha értem. De ez régen volt? Hogy azt mondta, hogy kifizeti az első. Nem zavart. Hát miért? Nem éreztem azt, hogy most akkor ez a kinyúl előbb a pénztárcájához, és ha én nem fizetek az első randin, én nem vagyok férfi. Mert az voltam. Később mással. Voltam. Szóval, hogy attól vagy férfi? Igen. Nem, a feleset ugye, nem tudom. Az ember automatikusan nem hagyja, hogy a nő fizessen. De nem zavart, hogy egyszer csak megelőzött, és azt mondta, hogy most mit tudom, ő fizeti ezt a kaját, vagy ezt a kávét. Na, akkor én nem voltam ott, hogy ott csorbát szenvedett a férfiasságom? Na, ki a papucs? Na, ki a papucs? Te, hogy hagytam fizetni? Hát azzal pont nem vagyok. Hát azt dehogy nem, az hát, vagy. Dehogy is, hát akkor lenni papucsa, édesem, majd fizetek, meg persze, meg az első. Nem. Szeretnél fizetni? Nem. Kösz. Jól esett. Kösz, hogy meghívsz, tök jól esik. Nem? Hát azzal vagy papucs, ha azt mondod, hogy mindig a... Miért azzal a papucs, azzal vagy férfi, hogy azt mondod, hogy én állok. Én is azt gondolom, hogy az elsőt érdemes a Palinak. Az egy szép gesztus. Ennyi. Én nem azért mondom, nyilván vannak olyan speciális esetek, velem is előfordult már, mert ugye nem lehet fizetni egyszerre két kártyával pontokkal, csak egyről. Tehát, hogy van, amikor én is fizettem, van, amikor én is álltam a cehjen. De hogy azért komolyan mondom, tehát, hogy ők azt várják, hogy
ténylegesen úgy kezeld őket, mint saját magadat. Egyébként meg sok esetben tényleg ez valahol majd a másodiknál, harmadiknál kialakul. Akkor már fizessél te, amikor már van valami. Nem, akkor már elindult között valami. Mondjuk szerintem gyerekek, a felesbe azért az olyan béna. Azt én azért nem hagyom, mert az olyan kellemetlen. Tehát, hogy azért tudod, elmész egy randira, és akkor most két, ha az ember megengedi, akkor nyilván nem hagyja. Ha nem engedheted meg magadnak, akkor jó, hogy beszáll, de akkor ő is nyúl a pénztárcájára, és akkor ott most 1000 forint, és akkor ő is belerakja, tehát annál, hogy kikéred a számlát, az nekem nagyon béna. Tehát nyilván ezt azok csinálják, akik nem tehetik meg, hogy 6000 forintért elmenjenek moziba ketten, és ott a csaj beszállt. Azért ha megteheted, és akkor a csaj is ott mennyi, felezzük el, mennyi a számla? 1500, hát itt van egy 1000-es, adjál vissza 2000, az annyira nyomasztó, nem? De lehetsz lovagias is például, mert nekem egy csomó ilyen étteremben van például, hogy hívjákom, törzsvásárlói kártyám, érted? És akkor ne fizesse ki az egészet, adodom neki a törzsvásárlói kártyát, és akkor 10-20%-kal olcsóban, és akkor ennyivel beszállhat. Jaj, nyugtass meg, hogy Randi, nem vettél elő soha törzsvásárlói kártyát. Hopp, és a pontokat viszont én kérdezem. Ő fizet, hát, a pontok nálam vannak. Ez mióta volt kérdés? Nem is, hát ez nem. El nem kérdeztem, elmondtam. Hát ki a pont? Aki a kártya is, nem? Így. Ezen ebben a cíben egyébként összeszedtek egy-két érdekes hozzászólást, hogy mit írtak a fórumokról, kinek milyen tapasztalata van első randi, hogy ki fizet, hogy fizet, van egy-két érdekes. Például volt egy olyan első randi srác, aki amikor fizetése került a sor, elővette a bankkártyáját, majd a második próbálkozás után felhívta az anyját a jó PIN-kódért. Azért az nagyon kellemetlen tud lenni, mert hogy elfelejtette. Olyan pasikról is hallani sokszor, akik, ez egy életből vett történet, ezt hallottam, ezt nekem egy csaj meséltem, aki megmondta, hogy az étlap melyik oldaláról rendelhetsz. Hogy honnan rendelje? Mert hogy ott vannak az olcsó kajak. Tehát leves 600, előétel, oké. De a bélszínes oldal az kihúzva. Igen. Hogy az első oldalig állja a számlát. Az milyen, amikor elmész így randizni? Egyél, az előételek és a levesek addig állom a számlát. Nem? Na, az igazán pitiáner. Hát azaz. Na, ez lesz a folyoma, ez lesz a következő rész. Lépés, érted? Miután itt kiharcoltuk ezt a nagy egyenjogúságot. Nem kell az izébe, a 5 csillagosba menni a első randin. Kész. Hogy akkor nem szabad elveszni, vagy elhagyni ezeket az hát előjogokat? Ráadásul te hívod el általában, mert ha nő hív el téged randizni, az más eset, de ugye a én klasszik, még egyszer kommunistázzatok le nyugodtan, csak a régi dolgok maradnak, hogy abban az van, hogy te hívod el a nőt, azt mondod, hogy gyere, menjünk el moziba, vagy menjünk el, ígyunk egy kávét. Tehát te hívod el őt, akkor szerintem az első randin teljesen korrekt. Ha ő megkérdez, ez egy másik eset. Ha a pénztárcát megengedi, akkor szépen visszautasított, hogy ne hülyéskedj, én voltam a kezdeményező, hadd fizessek én. Ha nem engedi meg, akkor meg persze, akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor... Hát részben ezzel is tudok egyébként azonosulni, mert ez az ígyunk egy kávét azért, tehát ketten egy kávé, az nem olyan. Azt még kibírtad fizetni. Igen. És hogyha például nincs pénzed, akkor ki lehet találni olyan dolgokat, hogy mondjuk úgy visz, olyan helyre viszed randizni nyáron jó időben, mentek a várba, sétáltok egyet, tessék. Kicsit lobbadzset, persze. Igen, de most az egészségnél, a jó levegőnél. Kell neked annál több. Igen. Ez egy Jani féle randi. Nézd ezt a kilátást, megfizetted ezzel. Nézd, ott egy farikút, ingyen van, hozzá kulacsot. És most bemegyünk a hadtörténeti múzeumba. Két belépője, ez az menne. Ha gondolod, holnap is találkoztatok, én most ide bemegyek. Egy óra múlva találkozunk. Na, mit mondasz, női fejem? Vagy neked volt sztori? Barátnőnek? Igen, nekem is volt, meg barátnőnek is volt. Ferivel értek egyet. Tehát, hogyha ez aranyosan, kedvesen elő van vezetve, az identitásához hozzátartozik mondjuk egy nőnek, hogy ő egyenrangú félként kezeli a dolgot, akkor legyen úgy, hogyha így elmondja kedvesen, aranyosan. Ha pedig azt tartozik az identitásához egy hölgynek, hogy fizesse, úgymond a pasi a cekhet, akkor fizesse. Hát ez van, Jani. De az első randin fizessen a pali. Pali azt szerintem elegáns. Ezzel egyetértek, igen. Egyébként a nők szeretik a nagyvonalú férfiakat. Tehát erről lehet reggelig beszélni, hogy kinek mi az identitása, meg hogy feminizmus. Szeretik nyilván egy idő után, hogyha úgy gondolja, hogy beülnek egy helyre, és valamennyivel hozzájárul, vagy egy mozijegyhez, amit te mondtál, akkor az jó, de szerintem az egy vonzó dolog, hogyha egy pasi nagyvonalú. És ez nem, és itt nem a tízezrekről beszélek, meg százezrekről, hogy most akkor álljon meg egy, mit tudom én, Ferrari, nem tudom én, TT-vel. Hát a 100 000-ből nem áll meg. Vagy FFL, bocsánat. Nem, igen, a TT az Audi. Igen, tehát egészen vágod a kocsikat, ez jó. Nézd meg, hogy látod, hogy a TT az Audi. Nézd, oda nézd. Oda nézd. Péter már gyűjtöget? Muszáj neki, mi? Ferrari FF, persze. Igen, két kupé áll már, Audi TT kupé áll már bent a garázsban. Igen.
Na mindegy, szóval, hogy nem ez, hanem hogy nem az összeg. Függ, szerint, de volt barátnőd, aki randizott? És... Igen, volt barátom, aki randizott, és az történt, képzeld, hogy a pasi kiborította a pénztárcájából az összes aprót az asztalra, gurultak a 200 forintosok, 100 forintosok, és elkezdtek kiszámolni a 7000 forintos számlát. De miért az nem pénz? Figyelj, annyira kellemetlen volt. Olyan persze legalább berolniszta volna. És utána ő vitt olyan peskőt. Fiki volt, figyelj, és ő vitt olyan peskőt, ami nem pukkant. Majd a barátnő megnézte titokba, és három éve lejárt. Nem ért, hova vitt az éve? Elvitt az étterembe egy peskőt? Nem. Teszkó szatyorból előhúzta? Ja, otthon. Olyan nagyvonalú volt, hogy találkoztak, randiztak, fölment hozzá, és olyan peskőt vitt, ami három éve lejárt. És olyan csokoládét, ami szintén romlott volt. És akkor úgy elgondolkodott rajta, hogy talán lehet, hogy ő nem jó úton van. Hát gondoltam, nem akar sokat beletenni a csajba, nem? Hát legalábbis így az elején. Aztán az első szex után majd meglátják. Persze. De mi van azokkal a csajokkal, akik viszont soha nem fizetnek? Na azt miért csináljátok? Azt én nem szeretem. Az is egy típus. Egy hát nagyon, típus, nagyon sok ilyen van. Aki tessék engem kitartani, mert én mosdóba megy, elmegy, eltűnik, igen. Nincs meg a pénztárcája, nem akar fizetni, látod, hogy nincs meg benne az inger. Igen. Nem az kell, hogy meghívjon, érezzem, hogy legalább egyszer van benne szándék, hogy meghívjon. Nem? Ő úgy éli az életét, hogy nekem ez jár. Egyébként ők azok a nők, akik szerintem úgy parkolnak, ahogy parkolnak, hogy három autó helyet foglal el, mert megáll keresztbe. Ő az a nő, aki lelép a járdára, azonnal mindenki vészfékezéssel álljon meg, mert ő átvonul a zebrán. Tehát ez egy típus, aha, szerintem. Ez egy típus, Balázs. És akkor ilyenkor jönnek a kifogások, hogy miért nem fizet egy pali vagy egy nő? Ez az ott hagytam a pénztárcám, ez megy még? Valós paliknál, meg nőknél biztos, nem? Ez a nagyon kellemetlen, kicsit kínos, mikor megjön a számla. Toporgás. Mondjuk te nálad mindig van egy multipontkártya, hogy tudsz fizetni. Vagy cselsz bárhova, bármi. Ti csak olyan helyre mentek, ahol egy kártya mindig megvéd. Nekem elég sok mentőben van. Van egy 8-10 kártya, de valamelyiket csak le tudják húzni, tehát nagy bajban nem vagy. Na jó, várjuk az SMS-eket, jó? Írhattak olyan pasik is, akik olyan nőkkel találkoztak, akik soha nem akartak fizetni, vagy éppen mindig megúzták, vagy a pali volt kellemetlen, rettenetesen anyagias, és megmondta a nőnek, hogy mit fogyaszthat, vagy mit nem fogyaszthat az első randin. Hát ki milyen kiábrándító esettel találkozott már fizetés terén? Egyet mondhatok még. Van ismerős, akinek kínáló cigarettája van. Hát én tudok ilyen közéleti személyiséget, nem akinek tudom van én. Ilyen, és ismerjük jól. Igen. Felső zseb kínáló cigaretta. Belső zseb saját. És mondják, hogy jó, szóval egy cigit kínálósból megkínál, eltesz, ő meg a belsőből szívja a sajátját. Bizony, így van. Hát igazi gentleman. Ezért érdemes jobban lenni a ruhatárossal. Hogy a kabátba kicseréljét, tudod, a másik oldalon. Van egy szál cigit? Igen, kicserélj a kínálósat arra, mint tesz íz. Fél 8, hogy pontosan 1 perccel várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48, múlt pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Érdekes, ott a római foci csapat afrikai játékos rasszista megkiabálások hallottátok? De léte is csoki barna. A tudatos szerkesztés. Na, első randikról beszélgettünk, és arról, hogy ugye kinek feladata fizetni, az angol nők egyre jobban hát nem tudják elfogadni, ha nem a pasi fizet. Sokszor kifejezetten kérik maguknak, hogy hagyd fizessenek ők. Ha te fizetni akarsz, akkor megbántva érzik magukat, mert azt mondják, hogy hát ezzel a női egyenjogúság, meg nem tudom én, csordul. Tudom, prostituálom a nőket azzal, így hogy van. Én fizetek. Hát, látod? Ezt most megint elszilárdoltad. Folyamatosan minden ügyet elszilárdolt. 2013-at írunk, érted? Elmúltak már gondolod, az idők. Ez az új idők. Gondolja számon magát prostinak, aki ezt gondolja. Azt gondolod, hogy egy kávé és már ágyba is viszed, mi? Na, hát az kávé nélkül is ment. Az sok ásvány visz kellett hozzá? Egy bubi mentes? Egy bubis, 5 bubis, mennyi volt? Nekem nagyon szimpatikus ez a britnök, és megmondom őszintén, hogy ebből jövök rá, hogy évekkel megelőztem a saját koromat. Hát, igen. Nem, hát te az a típus voltál, aki elvittél egy csajt randizni, kölcsönkértél tőle, és abból meghívtad, nem? Ennyi. Na, hogy van nálad, hogy meghívjalak? Hát ez vagy rendelj, bármit is érte, csak két terítékkel is fizesse a sajátját. Ennyi. Itt van velünk Laci, hello Laci, jó reggelt! Ó, na. Laci! Na, őt már a feminista nők elkaszálták. Őt, igen, őt már megtámadták, elrohanták. Lerohanták. Anna megpróbálja újra. Van egy-két helyes SMS addig. Azt mondja, együtt voltam egyszerre srácsal, aki elhívott vacsorázni, és én fizettem utána minden mindenhol. Hoztam, vittem. Tetkós Csabi, egy lúzer vagy, egy hallgató. Az első randi, miután megvacsiztunk egy elegáns étteremben, közölte a srác, hogy nincs nála pénz, mert nem volt jó a bankautomata. Aha. Egyébként kellemetlen. Mit mondott volna a hallgató, akkor mondd el, Anna, mert nem tudjuk meg kikapcsolta magát, vagy lemerült.
Na, mit mondott volna? Tudtam, hogy nem fogja bevállalni, elkezdtem mondani, hogy az ismerőse hallgatja és kellemetlen. Na hát azt mondta volna, hogy autós moziba jártak, és az egyik ismerőse úgy vitte be a barátnőjét az autós moziba, olyan nagy vonalú volt, hogy a csomagtartóba tette be a csajt. Megkértem mászom be. Igen. De az legalább vicces. Hát az. De bemászik a csaj a csomagtartóba, nem kell belépőd, de megy, és akkor ott az autós moziba előjön? Igen, ott meg előjött. Hát egy igazi... Nem, ha igazán jó fejbe bevászott a csajt az autós moziba, végignézte a filmet, és kimez a csaj a csomagtartóba. Nem, és azt mondja, kicsim, tetszett a mozi? Én nagyon jól szórakoztam, ez Olivia Newton-John, és az John Travolta, ezek a Grease-ben még mindig nagyon jók. Figyelj, ez egy korhatáros film volt, te pedig annyira fiatalos vagy, biztos, hogy kiküldtek volna, így meg legalább nem voltál vele. Igen. Na hát ezt mondta volna el. De aztán úgy döntött, hogy nem. Hogy végig is nem mondja el. Megértem egyébként. Az egyenjogúság addig tart, amíg az 50 kilós hűtőt fel kell vinni a hetedikre, ír alatt. Szép, szép megfejtés, igen. Nekem volt egy barátom, aki meghívott egy baráti párt, az ő baráti körébe tartoztak, így négyen voltunk. Az étterem ajtóban megkérdezte, hogy van nálam pénz, mert nála nincs. Majd visszaadja. Az én pénztárcámból fizetett, a pénzt azóta se kaptam vissza. Más alkalommal is volt hasonló próbálkozás, de akkor már okosabb voltam. Természetesen már nem vagyunk egy pár. Írja nekünk Erika. Hát ez a férfias leleményesség. Ah, nem? Hát tényleg, na mentsed, mentsed ezt a szerencsét. Igen, nincs nálam pénz, tud. Az első randin kölcsön kérni. Hát ez picit nyomorult, igen. És soha vissza nem adni. Tehát érted, ha az első randin elkövetem ezt a hibát, hogy nincs nálam pénz és kölcsön kérek, akkor az az első, hogy vége az izének a randinak, és azt mondom, hogy gyere, menjünk el egy működő bankautomatához, és azonnal visszaadom a pénzt, vagy ami még jobb, gyere fel hozzám, mert otthon van készpénzem. Hát az ott már ravasság van. De vannak, kicsi ott van. Biztos, hogy vannak olyan nők, akik ezt a fajta leleményességet ezt díjazzák. Nekem például van egy kedves ismerősöm, aki egy nagy elektronikai áruházláncnál dolgozik. Ő például nekem pontosan meg tudja mondani, hogy mikor vannak kint a kávéautomatákkal ilyen hostess lányok, és kínálgatják a kávét, érted? Ha olyan állapotban lennék, vagy olyan helyzetben, akkor meghívnék egy lányt egy kávéra. Oda. Kínálós kávéra, egy ingyen kávéra? Igen. Drágám, gyere, ígyunk egy kávét. De miért a praktikerbe megyünk, ha olyan kávéjuk van? Hallod, és kérhetsz többfélét. Hallod. Régen a keravilla előtt adták a legjobb kávét. Mi? Itt van még egy hallgató, igen. Mónika. Hello, Móni, jó reggel. Igen, jó reggel, sziasztok, fiúk. Hello, Móni. Hú, nem a feleségem. Nem, megijedtél. Na, veled mi történt, Móni? Hát nekem nagyon érdekes sztorim volt. Megismerkedtem egy sráccal, és hát úgy szexuálisan nem nagyon vonzottam hozzá, de úgy gondoltam, hogy majd az idő ezt megoldja. Viszont sok helyre eljártunk, és nagyon gavallér volt, tehát ő... Mindig ő akart fizetni, sőt, karácsonykor kimentünk Bécsbe, minden nagyon szép volt, és elhalmozott sok-sok ajándékkal. Persze én tényleg mindig tiltakoztam, hogy nem kell, mert hát úgy voltam vele, hogyha mégsem lesz köztünk semmi, akkor ez nagyon kellemetlen lesz nekem. És ez valóban így is történt, hogy 3 hónap után úgy döntöttem, hogy hát ez a kapcsolat mégsem működik, nem vonzódom hozzá. Nagyon jó fej srác volt, tehát inkább ilyen baráti szinten tudtam ezt elképzelni. Viszont azt mondta, hogy jó, semmi gond, de akkor 70 000 forintot kérne tőlem vissza, mert ennyit költött rá. Ez komoly. Amiről fejben tartott, hogy mennyit költ? Igen, nem tudom, lehet, hogy érzete, de hogy a Bécsi út, sőt, ott rossz helyen parkoltunk, ott még meg is büntették, hogy ezeket az összegeket ő szeretné, hogyha akkor ezt így visszakapná. Hát nézd, kellett vagy, itt magad, ide mentek, oda mentek, szex, semmi, érted? Vagy akkor szexuális szolgáltatásként. Volt rá tarifa, igen. Hogy mi mennyi, nem. Hogy a 70-et ledolgozd? Igen, én mondtam, hogy nem, tehát inkább akkor fizet. És odaadtad a 70 000-et? Hát nem, 70 000-et nem, de valamennyit adtam neki, mert... De hát nem mondott komolyan, hogy fizettél, tényleg? Igen, mert nagyon mérgesen rám szól. De mondjuk azért egy picit te is hibás vagy, hogy húzogattad a mézes madzagot előtte, nem. Vagy letisztáztátok, hogy figyelj, nagyon jól érzem magam veled, menjünk bárhova, de nem fogok veled szexelni. Hát ezt így konkrétan nem mondtam neki, de adtam célzásokat, tehát azért nem úgy viselkedtem, aha, hogy miniszoknyába és szomfixbe jelentem meg a randin, és hajolgattam, tehát azért ilyeneket nem csináltam, tehát nem célozgattam arra. Na jó, de mégiscsak csinos és vonzó voltál, amiért utólag is szégyeld magad. De képzeld, amikor jegyzetelt, amikor leírta, hogy mit tudom én, igen. Budapest, Bécs, Benzi, hát mert itt egyébként, ez egyébként így egy nagyon jó felvetés, mert ő neki akkor folyamatosan kellett mindent iktatnia. Jegyzetelni, úgy nyilvántartást írni. Igen.
blokkokat elrakni. Ez kemény. Bizony, ilyen sztorim volt. És milyen nyomorultul, ott volt egy ilyen pénzátadás, hogy tessék, hát akkor itt van 20 ezer, és akkor adja még 50-et, nem adom. Egy benzinkúton találkoztunk, igen, ott bonyolítottuk el az ügyet. Atya Isten. Milyen pitjánál? Hát igen, így jártam, bizony. Hát de jó módú pali volt? Tehát úgy kérte vissza, hogy mindezt közben megengedhette magának? Igen, vállalkozó volt, tehát simán elvitte. Uh-huh. Tehát, hogy nem is kellett volna, tehát inkább kicsinyes volt. Igen. Na, ez kemény. Köszi, hogy elmondtad. Igen, viszont én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon örülök, hogy hallottam a hangotokat. Nekem egy igazi karácsonyi ajándék ez nekem, mert nagyon szeretlek benneteket, és tényleg csak akarj. Na, Jani, örülhetsz, ezt olcsón megúsztad. Tessék. És való igaz, hogy csak akarj valamit, és valóra válik, mert én ezt már nagyon régóta akarom, hogy halljam a hangotokat, fiúk. Na hát minden jót, nektek szép napot. Boldog karácsonyt. Versiket nem mondok, mert ja, hát köszönjük. Nem, viszont ez a beszélgetés 5000 forintotba került, jó? Ennyit kérünk el. Ez jó, ha nincs tovább, akkor ez viszont 5000 volt. Ebben köszönöm. A formában. Erika, köszi, ciao. Hello. És kifizette a 20 000-et? Az kemény. Ez az a kemény. Egy benzinkúton átadod, nem? Az két ebédedet, egy bécsi túrát, meg mint tudom, egy fél táskát, így gyorsan visszafizetsz a benzinkúton. Az kemény, miközben nekem 70-ben volt. Bizony, buktál egy 50-est. Na jó, van valakivel Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Van, aki kicsit máshogy közelíti meg ezt a témát. Balázs, nem az a ciki, ha kölcsön kérsz. Az első randinál telekulni a WC-t úgy, hogy elduguljon. Kicsit más vonalra viszi a témát. Jártam így, nem volt WC-pump. Szerintem egy telefon van benne. Hát egyébként igen. Hagyjuk a témát a fenébe, hát van itt még egy csomó minden más. Gondolta a hallgató, és megírta ezt a kis helyes történetet. És ő járt úgy, hogy az ő WC-jét? Nem, ő ment be a WC-be, és jött rá, hogy el van dugulva a WC. Igen, és közben a csaj kint volt valószínű nyilván. De az nem derül ki, hogy most csaj vagy pasi. Telekulni a WC-t szerinted egy csaj ír ilyet? De lehet, hogy egy emancipált hölgy már. Igen, már annyira. Ja, most bebizonyítom neked, hogy ilyet csak férfi. Annyira bírnám, ha csaj lenne. De hogy lesz csaj? Csak pasi lehet. Hát nem, ilyet csaj nem ír, hát a fogalmazásból látom. Semmi, nem kell mondani a sztorit, csak hogy férfi vagy. Szia, nő. Szia, Rita vagyok. Kati vagyok. Szia. Letettem egy pufajka ujjat. Jó, Janusz betegbe. Hello, te írtad az SMS, Balázs Morning Show, hello. Ha, jó reggelt, sziaszt, igen. Jó, akkor pasi vagy. Jó, mert te Jani... Mondtam, hogy csaj. Nem, a Jani próbálom győzködni, egy ilyen SMS pasi nem ír, ez a WC pumpás SMS, hát ez egyértelmű, hogy pasi volt. Jó. Ja, az természetes. Igen, ez megtörtént valóban? Ez meg... Hogy jöttél ki a sztoriból? Örökre kijöttem a sztoriból, a házból és az életéből. Igen. Azt gondolom, hogy ilyen után nincs visszaút. Tehát, hogy... Nem volt. Nincs visszaút. Legalább egy cetlit hagytál ott, hogy bocs, vagy mit, ezt a takarítóknak egy 20-as, vagy semmit? Csak úgy eljöttél? Nem, csak elmondtam neki, hogy mi történt, és elnézést kérve. Hát gyakorlatilag az arcomon bőr nem maradt. Aha. Megértem. Hát de nem vagy férfi, igazán megvárhattad volna a csőgörényes. Tehát, hogy miféle férfi ő magatartása ez? Hát legalább ott maradtál volna, míg jön a dunglás. Én adtam az egyenjogúságra, hagytam, hogy megcsinálja ő. Hívott utána még? Nem. És a telefon sem vette fel. Mi ilyen mondtad, hívott? Nem. 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 Te hívtad, úgyhogy ő nem vette fel a telefon? Így van. Én hívtam erősen. Nem vette fel? Nem. Szerettem volna kiengeszteni, nem adott a lehetőséget. De így utólag azt hiszem, hogy értem. És kész, nem is tudtad elérni vége, nem is kinyomott, vagy nem is vette fel? Nem. És nem is kért, hogy amit... SMS-re sem válaszolt. Arra se kért, hogy amit hoztál, azt vidd magaddal? Nem. Vagy csak legalább egyél több rostosat. Na jó, köszi, hogy elmondtad. Én köszönöm, urak. Ciao. Szevasz. Hello. Hát, milyen kedves karácsonyi történet, nem? Így a szeretet jegyében. De egyébként helyes. Így kijönni a retyóról. Na jó, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok, Erika vagyok. Hello, Erika. Erika, honnan hívsz minket? Én Vajtáról hívlak benneteket. De szép. Festői. Igen, mondd valamit. Mi? Hol? Vajka. Vajta. Ja. Vajta. Ja, igen. Egyedül játszol, Erika?
Igen, egyedül a lányom nevezett be, de hát ő neki iskolába kellett menni. Hmm. Ja, hogy benevezett, aztán jól egyedül hagyta. Hát saját magát, igen, de hát ő neki már jelenése van a suliban. Hát igen. Jó. Elérzékenyültél az előző sztori hallgatások közben. Igen, igen, folynak a könnyeim. Hát, helyes kis történet volt. Igen, igen. Na jó, mutatjuk, mit csinál Robin bácsi Berlin. Figyelj, Erika. Ó, hát ők már szilvesztereznek. Úgy tűnik talán. Már bevásároltak, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na, 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 na. Hú. Hát, ugye, hogy dúdolnak. Igen, dúdolnak. Nem nehéz. Nem nehéz. Hát nagyon sokat játsszuk mi is. Már, hogy... Külföldi. Igen. Igen, megmutatom. Még egyszer meghallgathatom. Persze, figyelj. Na, 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 na. Hát egy tip, aztán majd meglátjuk. Avicii. Avicii! Megjutott. Angyalok vagytok. Lóztam egy csomaggal a lányomnak. Na látod, látod? Ez a 15 ezredik SMS után már sikerül neki odaadnom. Na, látod, Erika, érdemes volt kitartani. Megvan az ajándékcsomag, nem is vettünk ki belőle semmit, egyből rámondtad, hogy Avicii, úgyhogy... Nagyon-nagyon nyomjasztok. Köszönöm szépen, és kellemes ünnepeket nektek. Meghitt szeretetteljes. Meghitt szeretetteljes. Boldog igen, igen, igen. Igen, minden, tudod. Tudjátok, sziasztok, sziasztok, szép napot nektek, sziasztok. Szia. Én voltam olyan társaságban, ahol mondták, hogy menjünk, mert mindjárt kezdődik az Avanci koncert. Avanci! Azért, aki azt mondja, menjünk, mert mindjárt indul az Avanci. Bármikor elmennék, én is szívesen egy Leonardo, de Avanci koncert. Avanci. Menjünk, mennünk el, te állat, Avanci. Avanci. Menjünk az Avanci koncertre. Mennyire volt képben? 2 perc van, pontosan 8 óra, hírek után itt vagyunk mi is. 8 óra, 14 perc, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Feri, hello Jani. Hello! Sziasztok. Hello, drága hallgató. Jó reggelt. Jó reggelt, megszűnt az utcára 47-esen Csorvásnál, ékezetek nélkül nehéz mindent beazonosítani, zavartalanul halad a forgalom, Imi küldte nekünk. M3-as bevezető egészen jól halad, kivéve a végét, ahol a Hungária visszatorlódik. A Hungárián az Árpád-híd felé 3 sáv csak lépésben halad, ezt Peti küldte nekünk. Peti, köszönjük szépen. M7-es 42-es kilométerénél készülnek fotózni, valamint a külső bécsi út a Solymári Osantól elesett Pest felé lépésben lehet ott is csak haladni. Hali srácok, király az Avicii zene. Jó. Avanci. 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 Vagy Avicii, hát kinek hogy tetszik, de inkább én Avanciként ja, hallottam. Az új Amici, nem? Az új Amici. Amici? Az új Amici, igen. Értekünk a hallgató, akit fölhívtunk, hogy azt hitt, hogy a WC pumpás esetén nem jöhet rosszabb, de hogy megoldottuk, hogy legyen, mert hogy egész reggel vezetett, ugye nem tudott minket hallgatni, csak egy pillanatra, akkor elküldte a sztorit, majd nem tudta, hogy neki szól a telefonja, felvett, és azóta már nagyon sok ember vidáman nevetgél vele együtt a munkahelyen. Titeket hallgattak a konyhán, ahová az alapanyagot vittem, megtapsolt 8 nő, és azóta már hívtak ismerősök is. Hát, a veszély mindig megvan. Ha valaki SMS-t ír nekünk, akkor előbb-utóbb lehet, hogy adásba kerül. Igen. Itt azt akartuk teszelni, hogy nő vagy férfi szójárás alapján. Inkább férfire gondoltam. Ezért kell, ha úgy érzed, hogy nagy a baj, folyamatosan már közben öblíteni. Csak jelzem, hogy a jövőre nézve, esetleg, ha még mész randizni való. Rutin, tapasztalat? Olyasmiről nem beszélek felé, amelyet nem értek. Hát akkor miért nem googolsz bele a kádba? Milyen alapon? Tapasztalatból? Csapatod a tussal, vagy mi? Te nagyon félsz, hogy erre nekem eszembe se jutna. Most azt mondod? Elmennék valahol, hogy nem működik a WC, de hát ha ennyire paranoiás vagy, googolj bele a kádba, aztán csapasd a gőzborot. Én hiszek benned, hiszek neked, ha azt mondod, hogy ez működik, kipróbálom, de... Állatok. Gyere. Nálunk van kád is, meg állózuhany is, amit akarsz. Ja, több közül választhatsz. A zuhany az nem ilyen kabin, hanem ilyen, csak ilyen belépő. Tehát ilyen épített zuhany van. Nem szeretem ezeket a kabinos. Ajtó elhúz, ajtó kinyit. Csak egy üvegfelület van. Én beülök a fürdőszobába, akkor ott látok mindent. Vagy begugolsz a kádba. Hát az is jó egyébként, hogyha elég nyomás van az zuhany rózsába, akkor az szétver mindent. Az a baj, hogy kevés a nyomás. Az a hegytetőre ja. Nem jön föl annyira a víz. Tehát nekünk egy nagy kádvizet megengedni, ez 1/4 óra, mert olyan kicsi a nyomás esténként, tényleg. Fönt lakunk a hegytetején, és oda már nem. A hegyvidéken.
Hát igen, hát azon a nagyon magas 200 méter, igen. Azon a nagyon magas 110 méteres emelkedőn, ami ott van arra ott, a Budaörs felé. Ott már hagyalak majd fel oda az ember, aki megkapaszkodik ebbe-abba, mert ugye te, már olyan ritkás a levegő. Na figyelj, hát ott... Szoktál találkozni atlétákkal? Magas egyik táborozáson. Három háborúvas van a kocsimban, viccelsz? Ha bemegyek, és nem tudom, be van zárva az éjjel-nappali, visszafelé már bivakolnom kell, hogy nem. Nem hazam észre, nem csúcstámadásra. csúcstámadást indítok, és bivakolok. Tudtátok, hogy telihold volt tegnap este? Én olyan rosszul aludtam, és nem tudtam megfejteni az okát, és ma reggel megnéztem, hogy mindig teliholdkor alszom rosszul. Nagyon durva egyébként, másnap ilyenkor mindig kis vagy szőrösödve rettenetesen. És vérben forognak a szemeim. Rendesen aludtatok? Mondjuk, bocsánat, igen. Ki a lány hármunk közül, akit a telihold befolyásol? Ki? Hát... Nem, a anyám! Hát tényleg? Hát képzeld el, a mama, Mari. Nem, Maris. A rák vízjegy. Vízjegy, igen. És a víz és a hold, tehát összefüggésben van. Nem, és nem kezdem el mondani. Ja, hogy vonz téged. Apály, asszály. Neked is dagályom volt. Apály, asszály. Várjál, most már nagyon messzire futnak ezek a szálak, úgy érzem. Tudod, van az a híres jelenség, amikor a tenger visszahúzódik az asszály. Víz, a dagály. És neked is megemelkedik teli holdnál? Vagy nem, az árapály, ugye hold, vízjegy, tehát rák, tehát én kapcsolatban vagyok a holddal. Hát most nem tudok mit csinálni. Szorosan a bika milyen jegy? A bika? A bika földje szerintem, akkor igen. Akkor azok igen. Vagyunk mi. Nálunk, ha kapálnak, akkor van baj. Ha ez van. Annyi, te bemész a praktikerbe, meglátsz egy ásót, fölülvölted. Rosszul vagyok, de... Nekem a velem a telihold szúr ki. Ennyi, amikor a Feri áll, hogy Ferirel azt gondolták sokáig, hogy valami ilyen természetfeletti erővel bír, mert ahogy elhalad a kerti szerszámok mellett, mindegyik megrezdül, és akkor be akar ugrani a tenyerébe. Na mindegy, azért kezdtem el ezt mondani, mert rájöttem, hogy éjszaka jönnek a nagy gondolataim. Tehát nappal is... Másnak egy nappali gondolatsorozatom elég lenne egy egész életre. De éjszaka olyan gondolatok jönnek, hogy az valami elképesztő. Na mi volt? Gondolkoztam. Ma mivel kápráztatod el saját magadat, illetve hát tegnapról már a világot? Mindig önmagam hatása alatt vagyok, tehát hogy jön egy jó gondolat, akkor csak megdicsérem magam, de már utat csinálok a következőnek, úgyhogy nem. Gondolkoztam, és azon gondolkoztam, nálunk hajnalban mindig halasz ilyen madárfüttyöt. Ez ilyen kis, tudod, de ilyeneket pont. Hát ez önmagában, hogy ezt a lakásban hallod, akkor ott nagy a baj. Mondjuk nem tudom, mekkora belmagasság, mert régen voltam vállalatok, de épp ez hát oda befészkel egy fecske család, simán. Nem, és azon gondolkoztam, hogyha mondjuk egy Rigó. Igen. Vagy a hang alapján mondjuk nem remek. De nem tudod, van ez a hajnal, ez a pittymalatos csipogás. Pittymalatos Rigó. Hát tudod, az a pittymalat Rigó. Hát hogy ne tudnám. Nálunk is van pittymalat, csak más, mint nálatok egy vidéke. Igen. Az a pittymalatos kis Rigó csiripelés. És ha egy Rigó, vagy egy gólya átlépi a határt, és repül, ezen gondolkoztam éjszaka, akkor ők ott vajon más nyelvet beszélnek? Tehát egy spanyol Rigó, meg egy magyar Rigó az ugyanazt a nyelvet beszél? Mert szerintem egyébként szent meggyőződésem, hogy nem is. Tegnap éjszaka ezen kattogtam, hogy szerintem egy gólya, vagy egy Rigó nem beszéli ugyanazt a nyelvet. Ja, hogy nem volt ismerős a hang, amit hallottál, és azt gondoltad, hogy ott egy valahol ott tanyázik a közöttekben egy eltévedt katalán Rigó. A dialektus nem tetszett, ahogy beszél. Hogy a madaraknál van-e ilyen? Hát, hogy átrepül a határ, tehát egy ibériai félszigeten felnőtt Rigó, igen? Az megérti egyébként a skandináv vagy a kelet-európai Rigót? Hát vagy más az elég el van tévedve, ha éjszakra indul el, de... Megérti, jó, csak megfagy. Mindegy, hát ott is van 20 fok, ott is élnek, csak aztán elvándorolnak, vagy nem vándorolnak. Hát vagy egy gólya. Hadd fordítson meg egy kicsit, az a gólya, amely nyáron hazánkban tartózkodik, és magyarul beszél. Igen. Magyarul kelepel. Igen. Amikor kimegy Egyiptomba, és a Nílus völgyében leszáll, akkor mit csinál? De azok biztos... De várjál, azok két nyelvet beszélnek, mert azok repülnek. Az a két nyelvű gólya. De most azt mondom, hogy csak egy spanyol, csak egy magyar Rigó. Aha. Ha megfognánk, beraknánk egy ketrecbe, átvinnénk mondjuk Spanyolországba, ja, és ott ilyen. Elengednénk. Tehát Balázs nem a költöző madarakról beszél, mert a költöző madarak azok többé kevésbé mindig ugyanoda mennek, és ez egy két nyelvű. Azt megtanulták. Hanem az őshonos madarakra. Ha a görögöknél megpihen, akkor a gólya még görögül is beszél. Igen. Tehát egy őshonos... vagyunk, Feri, hogy ezt így nem beszélt le. Meg miért nincsenek ilyen nagy gondolatok? Soha nem gondolkoztatok még ezen? Nem, én alszom éjszaka. Nem, ez a hol tölt ez nálam nem annyira. Őshonos spanyol Rigót berakok egy ketrecbe, és elengedem a hortobágyon. Vajon itt kiközösítik a társai, vagy ha ő elfütyül, akkor
A spanyolul is azt jelenti, hogy társat keresek magamnak, mert magányos vagyok. Érted? Vagy más a dialektus Rigó és Rigó biztos, között. Biztos, hogy tök más. Én azt is el tudom képzelni, hogy egyébként Spanyolországon belül például egy baszk Rigó, nincsen így, tehát hogy nincsen közös pontjuk mondjuk egy katalán Rigóval, mert hogyha néha esetleg... Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés. Mert hogy nagyon büszkék a saját identitásukra. Aha. Ugye, hogy azonos madarak, azonos fajtából két különböző módon szocializálva, két különböző dialektusban, van-e a madaraknál dialektus? Na, ez így, erre egy 3:30-kor kezdtem el így kicsit így ráflesselni, de ezzel 5-ig el voltam. De jól is tetted egyébként, hogy ezen gondolkodtál. Érted, hogy miért vagyok ma ilyen kicsit ilyen? Nem? Aha. Nem szoktátok ilyeneken gondolkodni? Mert ugye az élet egyik nagy kérdése számomra, hogy a szúnyog tudja, hogy valójában szúnyog, de például a madár és a madár megérti egymást. Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nem egy egyszerű. Én, de egyébként én tökre magam előtt látom, hogy például mit tudom én, ott áll egymással szembe tök bambán, mondjuk egy ilyen, hogy hívják, mondjuk egy ilyen baszk Rigó, meg egy magyar túzok, és így próbálnak egymással így valamit így, hogy hívják, az egyik ott dürrög, a másik meg, vagy hát igen. És azt mondja, mit akarsz te idegen? Érted? Igen, vagy hogy hívják. És akkor ott állnak, és így nem értik az egészet. De miért? Van ilyen, hogy univerzális rigónyelv, vagy univerzális madárnyelv, vagy univerzális verévnyelv ez van, tehát nem lehet egyébként, hogy egy afrikai veréb egészen máshogy beszél, mint egy európai veréb? Nem tehát, vagyok ebbe biztos. Hogy van egy, mit tudom én, egy ilyen nemzetközi úgynevezett chipset. Amit minden egyes madár ért. Hát vagy például Mexikóban már Rodrigo ért. Hát te, így van. Érted? Tehát egy mexikói Rodrigo és egy magyar sima mezei, nem tudom, budaörsi Rigó tud-e egymással valójában kommunikálni? Szerintem egyébként nem biztos. Uh-huh. Vagy nem értenek meg mindent. Más lehet a nyelv. Hogy mondhatja a mexikói Rigó, hogy dörzsöljük össze a kloákánkat? Szerinted? Tehát, hogy mi a készlet? Nem tudom, de például, ha egy levegőbe lő kettőt, vagy mi? Igen, tehát egy magyar Rigó például szeret olvasni, és az elrepül Spanyolországba, és egy spanyol Rigó megkérdezi tőle, hogy ki a kedvenc íród, akkor elmondja, hogy az enyém a Vamos Miklós. Ja, így van, Vamos Miklós, vagy pedig így van. És a kedvenc pám pedig a Los Palmas. Te mit olvasol ott, te magyar Rigó? Én Vamos Miklós. Hát te beteg vagy. Érted? És akkor a spanyol meg elmondja, hogy ő mit olvas. Na, aha. Hát most hol van ezzel a baj? Hát nem tudtok ti az élet nagy kérdésén gondolkodni. Alvásra elfecsérelni az időt, az egy pénzkidobás, időkidobás. Hát. Ez rövid az ember élete, hogy 60 évből 20-at átaludjon. Hát tessék gondolkodni. Szerintem egyébként, mivel ösztönös tehetség, vagy így komolyabban kellene foglalkozni az ornitológiával. Vagy filozófiai magasságokba szárnyalni. Nem csak így holt ötekor, hanem úgy komolyabban. Szerintem így összehozhatnád, így tényleg ez a világ Rigói Egyesületek mozgalmat, szerintem simán. Vagy egy olyan nyelvet kellene kialakítanod tényleg, mint amilyen amit az eszperantó például. Igen. Hogy így, amit mindenhol a világon megértenek. Csak így a madaraknak. Egy közös nyelvet. Összehozni őket? Aha. Igen. Igen. Na, van egy telefonálunk közben. Ó, hát most látom, hogy ki van itt. Az állatkert személyesen, az állatkert szóvivője, Mr. Hanga. Oh, jó reggelt! Hello! Te hallgatsz minket ilyenkor rán? Hát előfordul, igen, így van. Na, de figyelj, filozófikus magasságokban vagyunk, de muszáj volt. Igen, hallottam, hogy most már a madár eszperantizmusig is eljutottatok az előbb, tehát, hogy mindenki közös nyelvet beszél. De segíts nekünk, van ebben valami egyébként? Vagy lehet, hogy mondjuk egy spanyol Rigó meg egy magyar Rigó nem ugyanaz beszéli? Abszolút lehet. Ugye van egy csomó olyan állatfaj, ami ugyanaz a faj, de baromi nagy területen elterjedt, és akkor általában mindig azért a helyi viszonyokhoz alkalmazkodnak, tehát kicsi különbségek vannak közöttük. Például abban is, hogy hogyan kommunikálnak, és ez a madaraknál különösen fontos, mert ugye a különböző fajok keletkezése az általában ezek miatt, a különbségek miatt, ezeknek a megnövekedése miatt szokott előfordulni, hogy például már nem is tudnak egymással a termékeny utódokat létrehozni, mondjuk a ló és a tamár esetében, azt mindenki ismeri. De akkor a madarak, akkor, tehát hogy máshogy beszél egy spanyol madár. Ahogy el se jutnak odáig, mert már az udvarlásba hát nem tudnak igazából közös nevezőre jutni, mert ugye úgy nehéz. Úgyhogy valóban is. Maga ez a jelenség, ez nem új, amit most újonnan fedeztek föl, hogy ezeknél az új-zélandi nyerges madaraknál azt gondolták, hogy hát majd úgy mentik meg a fajta kipusztulástól, hogy különböző kisebb szigetekre telepítik ki őket. Ez rendben is van, csak nem gondolták, hogy 60 év alatt ilyen mértékű változások lesznek a különböző nyelvekben. Tehát a madár nyelvben. Aha. Így van. És akkor egy spanyol Rigó meg egy magyar Rigó például nem érti meg egymást, vagy idehoznánk, nem biztos, hogy párosodnának, mert elbeszélnek egymás mellett?
Igen, hogyha nagyon nagy a távolság, nem, ugye itt földrajzi akadály is van ezeknél a madaraknál, mert ők nem nagyon jó repülnek, és mégis kéne tenger fölött, mert ugye szigetekről van szó, de hogyha hegyek vannak, vagy egyszerűen csak maga a nagy távolság okozza azt, hogy egyébként nem igen találkoznak ezek egymással a vadonba, ez a két egyed, meg mondjuk mi segítünk bele, akkor ez nem biztos, hogy működik. Éppen ezért van az, hogy amikor ilyen csempészet állatokat lefoglalnak, és akkor ugye az lenne a legegyszerűbb, hogy na, akkor juttassuk vissza az élőhelyére. Tehát lehet, hogy csak annyit lehet tudni, hogy hát valahol Dél-Kelet-Ázsiába, és hát nem lenne mindegy, hogy mondjuk Thaiföld vagy Burma, úgyhogy ezért aztán nem is sikerül mindig őket visszatelepíteni. Meg hát nem is tudják őket kikérdezni tolmács nélkül. Igen. Igen, igen, ez probléma. Milyen nyelvet beszél a közös utód? Az is kérdés, ugye? Tehát egy spanyol rigó, magyar rigó gyerek, ha esetleg összejön, akkor ott... Igen, meg hát ott a szülőknek el kell dönteni, hogy milyen identitásra nevelik egyáltalán. Ez általában a ilyen vegyes kapcsolatoknál az embereknél is probléma szokott lenni. Akkor ez nem teljesen hülye felvetés, nem. Egyébként. Mondjuk csodálkozunk. Az, de... Hát igen. Kicsit engem is meglepett ez a dolog, hogy ez nem teljesen az. Hát éjszaka nagy dolgokon tud az ember gondolkodni, akkor van idő. Így van, de mondjuk az állatkertekben például ezt azért hála Istennek meg szoktuk oldani, mert ők valahogy a közös nyelvet elérték. Tehát van nekünk olyan oroszlán családunk, ahol a hím az Finnországban született, a nőstények meg Franciaországban, és mégis ugye van hét kölykük, tehát azért működnek. Na de ott inkább egyfajta testbeszéd van, tehát hogy körbe szimatolják, körbe nyalogatják egymást, de ugye a magyarok, hát az már nyílt titok, hogy kommunikálnak. Hát nyilván, tehát hogy nyilván, ott azért van egyfajta... Nyilván trillázó oroszlán még senki nem látott, meg hallott. Igen, bár érdekes lenne, de hogy a madaraknál azért van egyfajta valódi kommunikáció az oroszlánoknál, az bő kettőt, meg ásít hármat kevesebb, de a madarak valamilyen nyelven beszélnek, ezért érdekes, hogy beszélnek-e más milyen nyelven. No, hát nagyon szépen köszönjük, hogy pillanatok alatt ebben segítettél nekünk. Mi újság, valami újszülött, kicsi jövevény, bármi nálatok? Hát most a legújabb újszülöttünk egy indiai antilop, aki egyébként decemberben született, hát ez nem az állatok főszaporodási időszaka, de hát valahogy be kellett súvasztani ezt még az idei évbe, mert idén májusban már volt náluk egy kicsi, és hát most arra még egyet sikerült összehozni, úgyhogy ők se bírják abba, hogy hála Istennek. Nagyon termékenyek vagytok. Nagyon. Igen, az idei év az nagyon sikeres volt ebből a szempontból, rengeteg kis állatunk van. Igen. Mert mentetek már az új területre, vagy foglaljátok már el szépen, lassan? Hát részben igen, az folyamatban van, azért valójában a vidámparki terület nagy részén azt lehet mondani, hogy majd január végére lesz ott minden, amit le akarnak szerelni, leszerelve. Tehát, hogy úgy lehetne leegyszerűsítve mondani, akkor fogjuk így megkapni a kulcsot, hogy na tessék, mostantól aztán mindent is csináltak. Figyú, én olyan régen meg akartam már tőletek kérdezni, hogy búgatjátok az állatokat, hogy minél több fókuszriport legyen? Tényleg, vagy mit csinálnak velük a gondolatok? Vagy mi történik ott a Városligetben? Minden második évben születik valami. Igen, hát igazából, hogyha jól érzik magukat, és olyan csapatok vannak összehozva, ahol nincsenek mondjuk nyelvi nehézségek, vagy ilyesmi, akkor ott ez azért működni szokott. Tehát persze ez nem magától megy, elég jó szakmai feltételeket kell köréjük varázsolni, de hogyha ez megvan, akkor azért számíthatunk arra. Hát a teljes beszéd, ugye? Kicsik. De akár. Igen, igen, sokat számít. Zoli, jó munkát nektek, köszi, hogy becsörögtél. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszi, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével beszélgettünk. Azt írják, még visszatérve a madarakra, hogy le kell tenniük a nyelvvizsgát a Rigó utcában. Így van. Így van. Tökéke. Illetve minden madának más a hanga. Jézus Isten! Most megint olyan, mint a szívtunk volna, nem? Tehát akkor a Rigó utcába kell vinni minden egyes a Magyarországra kerülő külföldi állatot, mitől egy Francisco de Goya-t. Na de látod, hogy akkor tényleg máshogy kommunikálnak? Hogy érdemes ezeken gondolkodni? Hogy nem annyira egyértelmű, hogy madár, ott ül a fád, és odaraksz egy magyar rigó mellé, spanyol rigót, hát ülnek ott ketten hülyén, de ott nincs egy szinkron tolmács, akkor ott simán hülye halnak meg egymás mellett. Azért ezen érdemes gondolkodni, igen. Balázs, nagyon vártam a második könyvet, de most kicsit megtorpantam, van-e értelme pénzt kiadni? Nincs. Van. Van még egy csomó gondolatom. ezzel a madaras témával nem lőttem el minden, ne gondoljátok. Na jól van. Kérdezik sokan, hogy mennyi jött össze az adományból. Kokó jön 3-4-10-kor és mondja, ha valaki azelőtt már esetleg beír a munkahelyre és nem hallgat minket, a morningshow.hu-n kommunikáljuk majd az összeget adás végén. Úgyhogy mindenképpen mondjuk, de hallottam, hogy elég nagy összeg. Elég nagy összeg. Szépen dolgoztak a mi hallgatóik. Jó, igen. Nagyon meg kell, hogy dicsérjük majd őket, mert nagyon ügyesek voltak és sokan hívták, ugye, vagy küldtek SMS-t a tegnap említett számra. 8:30 múlt pontosan egy perccel lehet jelentkezni a hármasugrásra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 van pontosan, hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, Budafoki úton kifelé, trafi a Mazda szalonnál. Igen, ha mész kifelé, ez jobbra van egy nagy Mazda szalon. Uh-huh. Ott a benzinút előtt még. És baleset a 4-esen, a 86-os kavicsnál, rendőrök vannak, egyelőre lehet haladni.
Mind gondolkozol? Az, hogy arra fogok menni. Hova? Mit csinálsz te Budán? 9-kor. Úristen. Ja, négyesre gondoltam. Igen, 86-os kavicsnál rendőrök vannak, egyelőre lehet haladni, ez a négyesen van. Budán, mert az előtt még a Budán jártunk. Igen. Egy osztrák rádió gyűjt, szintén 35 órája nem aludt a két műsorvezető, és csak 25 ezer eurónál tartanak. Azt hiszem, rendesen rájuk vertünk, így a Laci. Az mennyi is az? 25 ezer euró, az 7,5 millió forint körülbelül, ugye? Az igen, az nagyjából annyi. 7,5 millió forint. Hát igen. Ha 35 órája csinálják ezt, 35 órája dolgoznak, és azóta 25 ezer eurót sikerült összegyűjteni, akkor mi a Morning Show hallgatói segítségével, vagy a hallgatók segítségével, hát szerintem 2 óra alatt többet tudtunk összegyűjteni. Ugye 7:30-kor kezdtünk el gyűjteni, tegnap akkor beszéltünk Okóval, és egészen tartott a gyűjtés 10 óráig. Mindenkinek egy darab SMS-t kellett küldeni, egy SMS számra, vagy felhívni, és 250 forinttal támogatta ugye mindenki azt a segélyszervezetet, alapítványt, amiről mondtuk, hogy jó helyre megy. És nyugodtan küldhettek nekik, mert tényleg segítenek. Ahogy halljuk most a híreket más alapítványokkal szemben, ugye? Igen. Vannak érdekes dolgok, hogy jó, az ember hát kinek utal, hova utal, megérkezik, nem érkezik, ki mire használja, hogy használja. Ilyenkor sajnos mindig megszaporodnak ezek a típusú hírek, vagy visszaélések, ugye, hogy ki mit csinál alapítványi pénzekkel. Hát. Igen, na de hogy ők nem ilyenek. És gyűjtöttünk. Hát a 25 ezer eurónál szerintem többet sikerült összegyűjteni. Többet, és mi egy picit többet is aludtunk, illetve te nem, mert ott volt az elviselhetetlen. Hát jó, hát gyerek. Nem tudok mit csinálni, hát nekem vannak, egyre többször Orbán szűtelt kéne innom. Lehet, hogy kicsit jobban tudnék aludni. Igen, az jó rá? Mostanában az Orbán szűtelt. A legjobb szerződik. Egy jó men. Az a nem nyúlsz mellé, Feri. Az jó mindenre. Ahol tud segít. Egy jó Orbán tű, hát az most nem azt iszod, mit iszol. Úgyhogy jó. Na de látod, hogy ezekből a nagy gondolatokból aztán születik egyfajta tudományos jóváírás, hogy kiderül, hogy milyen érdekes, nem? Amit ugye az Oli is elmondott, hogy van egyfajta állati nyelv, ami egy kicsit máshogy zajlik, hát, mint az ember gondolná. Meg hát van egy tudományos alapja, így van. Tehát, hogy megnevettetek, megmosolyogtatok, kinevettetek. Kezd meg kiderült, hogy tényleg. Hát, ebből is látszik, hogy összeolvasgattál ezt azt. van azért, valami nagy zavar van, de valami van, nem? Hát szerintem én szeretem ezeket az esti gondolkodásokat. Jó, az egy csomó hasznosat. Aztán ezt reggel elfelejted, de egy csomó. De ez szerencsére ez megmaradt, ez a mai. Ez most valahogy meg. Ti teljesen zökkenőmentesen? Így lefekszünk. Hmm. Igen, reggel fel semmi? Aha. Nem, ilyen rohadt unalmasak vagyunk. Ilyen szánalmas. Beteszem egy a fejemet. Átszoktattam magamat, képzeljétek el, a bal oldalamra. Az nem jó, mert ebben az időben nem pláne nem de jó. De hülye vagyok, tényleg. Holnap már nem lesz munka. Ma még abban az Orbán fűből. Hát ha visszaterel a jó oldalra. Nem tudom. Hát fura vagy, hogy most szoktatod át magad a bal oldalra. Mennyire ostoba vagyok. Hát hülye vagy, széllel szemben. Most kell neked a bal oldalon aludni? Hát és ezt ráadásul bemondani egy rádióban. Hát azért, miért nem őrzöd ezt a titkot meg magad? Azért, hogy a jobb oldala legyen szabad fölfelé, tudod? Jó, de mindig ott hánykolódok. Soha nem nyugodt az álmom ellenben. Na jó van. Megyünk egy jó kis hármasugrással. Jó, már itt is van a játékos, akivel már is játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Detti vagyok. Hello, szia. Detti! Detti, honnan hívsz minket? Feldebrő. Feldebrő. Egertől 25 kilométerre. Így van. Nagyon jól tudod. És mit csinálsz arra ott, Feldebrő? Ha most éppen betegeskedek, ilyen hangszálgyulladásom van. Hát ahhoz képest gondoltad, hogy beszélsz. Nincs is más, mint betelefonálni egy idegeli rádióműsorban, nem? Tehát az mindig segít. Hát figyelj. Mióta tart ez? Ez kb. Egy hete. Igen, de Ferinek igaza van, ahhoz képest egész jó. Jó, beszélsz. Igen. Figyelj csak! Igen. Ne gyere nekem várakkal, meg templomokkal, hát, kérlek. De hadd kérdezzem már. Nem, Detti, nem te, Jani, itt fölcsillant a szemben, nyilván látott egy romot valahol ott a közelben. A feldebrői templomnak az altemplom része az látogatható? Hát igen, én most elindulok. Igen, látogatható. Elmegyek hozzátok. Hát, Jani, gyönyörű. Erre az útra vendégem vagy.
Jó? Kifizetett fel Debrőig. A karácsonyi ajándék. Eger, Eger oda-vissza, meg van a Benyánk. Eger oda-vissza. Hey, anya, hallottad? Indulunk most. Eger oda-vissza, Benya, autópályadíj, ami, ez az én karácsonyi ajándékom, a Feldebrői altemplom. Jó? Jó. Ami egyébként tényleg szép, de hogy akkor, ha még nem láttad. Köszönöm. A vendégem vagy. Na végre valami. Üzemanyag számlát kérek. Autópálya számlát kérek, nem ám bemondjuk, hogy 12 ezer volt a tankolás, számlával a rendszámra aláírva igazoljuk, nem? Végre úgy valami lehet tőled, amit nem kell kidobnom. Végre valami hasznos ajándék 15 év után. Szép a templom, igen. Deti? Igen, szerintem nagyon. Igen, híres egyébként tényleg. Csodálom is, hogy még nem jártál ott, János. Most komolyan még a végén én jövök ki rosszak. Igen, az igénytelen. Se a műveltséged ezen a téren, hogy még nem látogattad meg a Feldebrői altemplomot, nem is értelek. És meddig vagy még otthon, Detti, meddig kell még otthon pihenned? Hát most már januárban. Hát kitöltökön már szeretnék visszamenni az orvoshoz, mert megyek vissza iskolába. Iskolába? Mit tanulsz, Detti? Kompetencia tanfolyamot, amit a munkaügyi, hát végülis kötelez arra, hogy a munkaügyi által ilyen kompetencia tanfolyamra menjek. Ez kifejezetten izgalmas hangzik. Igen. Igen, igen, nagyon. Uh-huh. Írunk, olvasunk, úgyhogy újból okos lesz. Ebben a korban szép. Igen. Igen. Jól van, oké, szokott menni a hármas ugrás, hogy érzed? Szokott. Szokott? Szokott. Hát aki a Feldebrői altemplom nyitvatartását tudja, hát annak. Olyan kérdés, ami nem ennem. Milyenek a kérdések, Jani? Hát nehezek. Nehezek? Nehezek. Oda pirítottál így karácsonyra, mégis csak a szeretet ünnepen. Oda vágtál. Aha, most nézem, nem nehezek. Nem nehezek, jó. A holnapiak lesznek. Mehetünk, Deti? Mehetünk, igen. Na, így szól az első kérdés, Detikát nyakbalkasztóért. Kiket ünneplünk május utolsó vasárnapján? A gyerekeket. Pontosan így van. Így van. A gyerekeket. Mehetünk tovább? Mehetünk, persze. Dedikált Egér Alátét vagy Szatyorért, így szól a második kérdés. Melyik autópálya vezet Röszkére? Az M7-es. Nem kapkodtad ezt. Hát az M7-es. Nem, hát az... Igen, az Balcsi, igen. Ez az M1, ugye, egyes halom. Na most ezt nehéz így menteni. Igen, a Röszke az az M5. M5. Na mindegy. Nem szabad így bedurrantani mindig a válaszokat. Picit, nem. Most várj, a hangszárgyulladással nem hetettem, ért, nem úgy próbálom menteni szegény. Te megint te. Karácsony van. Te papucs, te. A karácsony. És az a baj, ezek után már az ember nem tud ebből jól kijönni, nem, mert a szabály szerint ugye a második nem. Most egy műsorvezető bedobja, hogy hát mégiscsak karácsony, mi a hangszergyulladás, most utána azt mondom, hogy hát de a szabály a szabály, akkor én leszek nem, a rossz. Nem, én is veled vagyok, a szabály a szabály, akkor igazad van. Akkor egy másik kérdés. Ne, azt meg végképp nem lehet. Na most akkor én leszek a szaralak. Nem most lehet. Látod, milyen bajba kevert minket? Nem lehet. Nehéz itt most következetesen. Most ráadásul karácsony van. De ha most ha ő igen kap, akkor a holnapi is kapja. Vagy ha ő nem kap, akkor most szemetek vagyunk, hogy karácsony. Érted? Tehát most ez egy nagy, nagy bajba sodort. Meg hát nem is ünnepli mindenkit karácsony. Különböző felekezetek más tűnnek. Akkor majd ők is jöhetnek majd minden. Igen. Semmi. De ti játszunk nem valamikor, és akkor ha ez sikerül megugrani, akkor lesz ajándékcsomag. Jó? Jó. Oké, okay, kell neki minden hármatoknak. Szeretettel jösszük karácsonyt. Köszi, Detti, puszi. Köszi, sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Aztán meg majd jönnek a muszlimok a Mohamed mennybe menetelével, meg ilyenek. Hát. Érted, Feri, hogy most... Minden nap karácsony lesz. Elmondottam. Nem, hát az a fránya, fene, nagy szíved. Na, mindegy. Hívd meg minden nőt egy kávéra. Igen. Gyere, Jani, kezdjük. Na, teszt a lelke rovatunkban, tesztelünk, ugye? Ja. Tesztelünk? Hát miért ne teszteljünk? Mert Rui Kosztát. Jó, Rui Kosztát látom, mint a folyosón. Nem, a Julit láttam, mint folyosón a köntösében rohangálni, és nem értettem, hogy beköltözött, vagy itt lakik. Kizárta a férje? Vagy összeveszett a férjével, vagy mit csinál, hogy itt aludt. De nem, azt eljöttem rá, hogy tesztelünk méghozzá egy barnító szoláriumot, ami egy ilyen mobil barnító szolárium. Állítólag most ez a legnagyobb őrület, és megnézzük, hogy jó ez a kis termék, vagy cucc, vagy nem ajánljuk senkinek. Ez egy mobil szolárium, ugye? Mobil szolárium? Hordozható? Hordozható. Aha. Mobil szolárium.
Állítólagosan 9 fajta színből választhatsz, lefújnak téged, és gyönyörű szép barna leszel. Szkeptikus vagyok, megmondom őszintén. A mobilitás az mit jelent? Egy ember is tudja vinni, vagy pedig csak egy 8 tenge, és már az is mobil. De akkor ez nem is a klasszikus, ez a festős, ugye? Tehát, hogy ez nem csövekkel barna. Nem, ez a lefújós. Nem, ez a lefújós, spriccelzős, arcba verős, ilyen. Úgy érzed, hogy más. Igen, fura, hogy ebből is ez. Nem, hát az vagy, tudod, megfognak és lespriccelnek egy ilyen tartállyal, egy ilyen pisztollyal beköpnek, vagy így lesz. Beköpködni. Már látom, hogy csomagolnak, szevasztok, köszönjük. Na, igen, hát hogy így lefújnak és egy ilyen egyenletes színt kapsz gyakorlatilag mindenhol. Hát a Gyurinál jobb alanyt nem is találhatnánk, mert gyakorlatilag ő a legsápadtabb közülünk. Hát tulajdonképpen egy albínó. Igen. Hát most miért? Tulajdonképpen fehér színű a bőre. Nagyon fehér, csak a szeme mondjuk fehér. Nem kék, hanem azt hiszem zöld vagy barna. Igen. Jó, tehát itt van ez a szolárium, és ezt fogjuk tesztelni nem sokára. Megnézzük, hogy működik-e. Ne hasson az meg bennünket, hogy idehozták. Ne hasson az meg bennünket, hogy eljöttek. Tényszerű, objektív felmérés szeretnék végrehajtani. Jó? Igen, jó, jó. Ugye? Nem fekszünk le senkinek. Senkinek. Senkinek, illetve ti, majd én hallgatlak benneteket a rádióval, mert én most igen, ezt akartam mondani, hogy neked most menned kell. Dolgom van. Most voltál szabadságon. Ez nem... Kicsit rápien az év végére, hát nincs ezzel baj. Két nap, Szabi, egy órát lecsippent, pénteken megint egy órát, hát nincs ezzel baj. Majd csak figyeld. De hogy mi? Majd elmegyek, és akkor majd nézzel, hogy nem leszek itt. Holnap jössz? Holnap természetesen vagyok, és holnap után is. Nem. Hát 6-tól 8-ig vagy megbeszéltük. Jó. Akkor nem elfelejteni, hogy vendégem vagy karácsonyra az útra. Jó? Feldebrőre. Engem érdekelne Miami. Én Miami érdekelne? Feldebrői altemplom. Feldebrői altemplom. Figyelj, elmegyünk, és pecsételtetek. Biztos, hogy is van egy ilyen pecsételő hely, és hozok igazolást arról, hogy ott voltam. Persze, mint az El Camino-n, amit végigjárod, és akkor Zarándok útnál van pecsételő. Biztos itt is van. Az is egy híres Zarándok út. Aha. Igen. Én azt gondolom egyébként, hogy elég jól fogjátok érezni magatokat úgy is, hogy én nem leszek nem hiszem, itt, mert... hogy a Juli bejött fürdőnadrágba, egy ilyen hajháló, nem is egy ilyen úszósapkával, vagy mi ez a fürdősapka, amit idősebb nők hordanak otthon az zuhanyzáshoz, bejött ezzel a fején. Igen. Fürdőruhában. Kicsit ilyen főbérlő jelleget ölt az egész. Az a baj, hogy kicsit ilyen pszichedelikus korszakomra emlékeztet ez a ma reggel megint. Tehát, hogy így valahogy azt gondolom, hogy visszatértem, vagy nem tudom. Nem maradsz itt? Nincs még 20 percet? Az a baj, hogy hivatalos ügybe kell elmennem, pedig szívesen maradnék. Tudom, hogy az arcos spriccelésben. Igen, nem is a megköpködés. Hihetetlen jó vagy. Na, tehát akkor egy mobil szoláriumot tesztelünk Julival a hírek után. 2 perc múlva 9 óra, itt vagyunk mindjárt. Jobbulást. Megfulladok megint. 4:10-2 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. Szerdán +1, +2-ben, ahogy az már általában ugye évközben vagy évvégén lenni szokott, egy langyos december után majd február-márciusnál oda tapasztaljuk csapni. Meg, hogy igen, milyen az, amikor a fehér karácsonyunk lenne márciusban. Nem lesz. Nem most, lesz semmi. Végignézgettem, nem nagyon. Számottevő havazás a következő 5-8 napban nem lehet számítani. Még ha ezt nem is kell annyira komolyan menni, hiszen nem nagyon tudják, mi lesz 8 nap múlva. Ha holnapig már mondják, az már jó. De most legalábbis azt mondják, hogy nem nagyon látszik, hogy itt valami komoly havazás lenne. Úgyhogy megint egy ilyen +3-as, ilyen kicsit szürkés, esős, ilyen fura karácsonyunk lesz. Ugyanezt a ködöt mondják, gondolom ezt a latyakos, taknyos időt. Hát majd, amikor meg már ugye jön a tavasz, mennél ki belőle. Tehát egy jó március 15. Mi volt? Jézus Isten. Igen. Na, az M6-oson a Dunaújváros északi kijárójánál szakad... Micsoda? Szakad a hó. De ez nem ez vasmüs, nem furán van megírva. Az úton is megmaradt pár centi, és a füstben lévő porhoz kicsapodik a pára, mint zúzmara, üdv Gyuri. Jó, ezt felejtsük el. Ezt engedjük el, ezt nem tudtam értelmezni ezt az SMS-t, bármennyire is szaladtam neki többször. Aki Nagykanizsáról megy Röszkére, az M7-esen megy. Kösz. Igen, köszönjük. Budafoki úton mérik a kifelé vezető forgalmat a Hengermalom utcánál. Ezt Grizzly küldte nekünk, és Sasok a Budafoki úton a T-Mobil ház után a városból kifelé Sasolnak. Ezt Klári küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez igen, akkor ott a T-Mobil ház és a Mazda szalon között lehet a Budafoki úton. Na. Jani elment.
Mi viszont ugye terméket tesztelünk, egy olyan terméket, amiről az ember, hát hogy is mondjam, hal jót, rosszat, egy csomó mindent, de megpróbálunk utána járni. Én azt gondolom, hogy ma nem fogunk tudni egyértelmű eredményt hozni, vagy dönteni, vagy egyértelmű, mindig elfáradok kicsit. Hát egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy működik-e ez a bizonyos szerkezet, ez a bizonyos anyag. Igen, mert hogy várnunk kell egy napot, de majd elmondom, hogy miért. De tesztelünk Julival. Már is megmutatjuk, hogy mit. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gatyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Na, ugye, mobil szolárium, ez egy olyan kezdeményezés, amit még nagyon sokan nem ismernek, de kérdés az, hogy miért nem annyira terjedt még el. Ugye? Tulajdonképpen bólogassál. Igen. Ha valamit rosszul mondok, hello Edina. Sziasztok. Ugye mobil szolárium, ez a neve? UV-mentes barnítás. UV-mentes barnítás. Jó, tehát, hogy egészségünkre is vigyázz, mert az UV nem jó. Vagy én rosszul tudom, jó az UV? Nem jó az UV, ugye? Szemnek nem jó az UV. UV szűrő. Tényleg, jó, sokkal jobb. Azt a reggé. Nyitott szemben a szoláriumban, nagyon kizúrsz magaddal. Igen, UV-mentes barnulás, ugye? Igen. Ez igazából a DHA... Kicsit közelebb, igen. DHA tartalmú oldattal való lebarnítás. Igazából ez az UV-mentes barnítás. Ez a dehidroxiacetát rövidítése. Uh-huh. És ez egy cukormolekula, ami teljesen természetes, és ez az, ami oxidálódik a bőrön 8 óráig. Aha. És így adja a barnaságot. Tehát 8 óráig leszel barna? Nem, ez úgy van, hogy lefújjuk a bőrt, és utána 8 óráig folyamatosan oxidálódik a bőrön lévő aminósavakkal, és a fehérjékkel lép reakcióba, és ez az oxidáció 8 óráig tart, és utána 8 óra múlva leg lehet fürdeni, és igazából akkor jön az igazi barnaság, ami 7-10 napig tart. Hoppá! Ha 50 kiló barna cukrot otthon a nappaliban kijöntök és belefetrengek, akkor ugyanez lesz az eredmény? Hát nem tudom. Nem egész, mert mondtad, hogy cukor alap. Igen. Gondoltam, hát ha működik. Igen. Hát gondolom, mint a dióhéjnek a leve tulajdonképpen, nem? Hogy úgy festhet, ugye? Ilyen természetes anyaggal. Hát hogy a diót pucolszott is a leve, hát akkor az ad bizonyos szint a bőrnek, igen. Az lehet legjobban hasonlítani, amikor az almát ugye kettéváljuk, az is folyamatosan barnul be, a levegővel érintkez, hogy a mi bőrünk is folyamatosan barnul be. Aha. Egy rohadó almából mit nem lehet? Ha most mondd meg, hogy ránézett, hogy egy rohadó almár, és azt mondja, hogy akkor mobil szolárium. Nagyon okos. Igen. Rajtad ez van? Igen, rajtam ez van. Uh-huh. Mióta? Egy éve? Nem, tegnap óta. Hát folyamatosan használom, de ez most, ami rajtam van, az tegnap óta. Aha. Uh-huh. Kérdés, mit mond erre Norbi, nem? Hát szerintem ő dióval nem foglalkozik, ha csak nem másról van szó, mint a... Vágli. Igen, köszönjük szépen, Norbi. Na, hozzátok a manökent. Hol a modell? Hol a tesztalany? Hol van az az ember, aki köntösbe rohangált egy órát itt a rádió szerkesztőségében? Tényleg a mi csapatunkról mindenki azt hiszi, hogy komplet idióták vagyunk. Juli! És között tényleg, igen. Normális emberek dolgoznak a rádió más részlegén, de a mi csapatunk, ez a 7-8 ember totálisan kattan. Anna egy égővel villog, hogy megjött Juli fürdőruhával, egy ilyen hálószerű képződményen a fejére áldogál. Azt muszáj föltenni rá, mert az annyira megalázó a Juli. Nem, attól igazán szexi. Egy jóféle milfet csináltunk belőle. Egy mocsári szörny, mert be van kenve a körmöm, a tenyerem, a lábamon van valami ilyen ideragasztott valami, ami járnom kell, úgyhogy a ember. Elmúlt 8-10 éve te se voltál sokat napo, Juli, nem? Tehát, hogy úgy kerülted a napfényt, azért féltél tőle, mint a vámpírok. Igen, és megkaptam életem legszebb bókját, hogy bármelyik 16 éves fiú megirigyelhetni a testemet, úgyhogy... Ki volt ez a nagyon kedves? Zsózi jó fejkedett. Na, nagyon. Na, viszont a vakbél műtétet szép, úgyhogy... Na, kész vagy egy jó kis kandírozása? Kandírozása? Kész vagy, Juli? Igen. Kicsit kandírozzunk, jó? Mi fog vele történni? Féltek, csak arra kérlek, hogy ne legyek sárga, és ilyen bodybuilder színű, jó? Csak ennyi. Nem leszel sárga. Menj közelebb a mikrofon. Juli, arra gondolj, nem sárga leszel, narancssárga. Nem leszel sárga, igazából egy olyan színt választottam neked, ami egy ilyen napsütötte szín, mert alapvetően sárgás a tónusod, és ez egy ilyen pirosas szín igazából az üvegben, és az kiegyenlíti a bőrtónusodat, és így lesz egy természetes barna szín. Na most a sárga vagy a piros... hát a bilirubino értéked egy picit, az epefestéged egy picit megemelkedett, de ez nem baj. Tehát a sárga meg a piros az narancssárga, csak szólok a színpaletta szerint, ha összekevered. Itt nem. És lehet választani, hogy miért szeretnéd, tehát hogy részbőrű,
nagyon igen, barna. Igen, 9 féle típus van, és ez azért is, mert ugye mindenkinek alap bőrtípusa is más. Aha. Meg attól függően is lehet választani, hogy milyen sötét szeretne lenni, hogy milyen DHA tartalmú legyen az oldat. És ha például most leborotválom kopacra a fejem, lefújatom magam nagyon feketére, és elmegyek a pákhoz, hogy én vagyok a testvére, szerinted? Hát be, szerintem benyalnám. Tetó. Jó. Na fújjuk le. Én arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy holnap hogy fog ez kinézni. Tehát most ezt nem tudjuk egyértelműen megadni, mert ugye én azt hallottam például, hogy Magyarországon, meg Európában ez a dolog azért nem működött mindez idáig, de mondta nem így van, mert nagyon magas a víznek a klór tartalma. És az a klór, amivel a testünk érintkezik, az szépen, mint egy ilyen pigmenthiányos, nem tudom, milyen kis oroszlán, ami így elkezd így foltosodni. És sokszor hallja azt az ember, hogy foltos leszel másnap, hogy a klóros víz az arcodhoz ér. Ezért csak holnap fogjuk ezt megadni, de ma fürdened kell. Biztos, hogy fürdened kell. Nem lesz foltos. Ma hoztam neked egy pH-semleges tusfürdőt, amivel, hogyha fürdesz, akkor nagyon jó hidratált lesz a bőröd, és utána is, hogyha használsz hidratáló testápolót, akkor tökéletes bársonyos bőröd lesz, és barna. Aha. Na jó, elég a reklámszövegből, nézzük meg, hogy a dolog működik-e. Jó? És én csak holnap mondok erre egy igent, vagy egy nemet, amikor láttam a saját szememmel 9 óra után Julit, hogy beült egy nagy kádvízbe, és klóros vízzel találkozott. Mondj, Juli! Igen, csak hogy mondjuk el maga a termék, hogy néz ki, egy ugyanolyan festékszóró, amit ugye a múltkor teszteltünk, amivel falat fújtunk. Halló! Fehér ing van rajtam, nem baj, nem kapok belőle. És Juli beállt egy ilyen kis sátorszerű kis képződménybe, egy fürdőruhában. Konkrétan az a szín, amit felviszünk rá, az egy ilyen, hát, mint a bíbor. Oh. Ugye? Oh. Mint a kármin. Juli, ne legyél ilyen. Jézus. Tehát a bíbor szín és a te tested színe adja majd ki a barnát. Juli beállt egy fekete kabinba, aminek aha, a teteje átlátszó, onnan be lehet lesni, tehát az érdeklődők. És ami vicces lesz, Juli, hogy ugye a nyakadnál most pontosan meg fog majd maradni ahogy hívják, a melltartónak a pántja. Az legyen ilyen nagyon siófoki, az helyes. Melltartópánt, persze. Tehát az nagyon siófoki kell, hogy legyen, úgy csináljuk. Egyébként színelváltozás van. Van. Van, hát nézd, sokkal, hát a háta már le van fújva. Tényleg sokkal pirosabb. Hát igen. Egy ilyen pattanás kezelésre még beíratunk a hátad kapcsán. Te mekkora rohadék vagy, Feri. Jobb, hogy nem hallottad, Juli, ne törődj vele. Igen, de hát, ha nem látja, tudod? Jó, Julit fújják, hát minden, a tónus az önmagában sötétebb. Tehát ezt eddig aláírom. Elfogadom. És akkor az most 8 órán keresztül karamellizálódik rajta magától? Én csak holnap adok erre, igen. Jó. Én ma beültetem egy kát klóros vízbe, és ha nem lesz foltos, akkor... Nem, mert ez most szép. Igen, ez most szép. Picit arcon fújták, Juli, ne törődj vele. Ne vegyél levegőt, Juli! De már mit ki nem találnak az emberek, nem? Hogy így a szépségért minden. Julinak a szemét fújják, éppen be kell csukni az arcát. Most az a baj, hogy ahogy így összehúzta a szemét, tök ráncos lesz, és az ott fehér marad. Igen, de most miért kell így beszélni róla, hogy a szemét? és ez hogy vagy? Te átjössz hozzám és lefújsz? Tehát otthon házas pár fújogatják egymást, vagy házhoz jön a néni és lefúj minket? Szerintem házhoz. Házhoz jön a néni! Egymást lehet fújni? Vagy kell egy szakember? De mi jön hozzád, és akkor... Te tudod, hogy 8-kor partira mész, 6-kor megérkeznek, lefújnak és elmennek? Mint egy ilyen szőnyegtisztítás? Előtte nap. Megőrülök, jönnek. Tök jó. Uh-huh. Hát, Juli, más színed van, ez egész biztos. Mondjuk, ha te most kimentél volna ebbe a 2 fokba, és megkap a fény, akkor is más színed lett volna, annyira fehér vagy. Sem mindegy. Picit látszik. 8 óra múlva. Lesz már egészen barna. Aha. Mint egy imádkozó sáska, Juli, meg. Nézd meg. Várjál, még holnapra szép lesz. Holnap, megnézzük holnap, így van. Na most az van egyébként, hogy Julit így akarod elküldeni egy wellnessbe, hogy a klóros vizet kipróbálja? Nem, állítólag a magyarországi víz már önmagában nagyon klóros, és hogy emiatt ez baromira foltosodik. De megnézzük holnap, ha nem, akkor azt mondjuk, hogy rendben van. Mit mondanak az ellenlábasok? Csak hogy ne az legyen, hogy megint úgy csinálunk valaminek reklámot, hogy igen, pedig nem is, mert mi nem akarunk, tehát holnap derül ki. Ki, akik ellenzik ezt, azok mit mondanak erre? Hogy van valami egészségkárosító hatása? Nem, nincs. Az a baj, hogy nem tud hetekig megmaradni, ezt hallod. De hogy ez aztán most valóban így van-e, vagy nem, ez holnap fog kiderülni. A Juli minden esetre egy kicsit bebarnult. És hát kellemes karamell szaga van. És igen, egy ilyen finom, ilyen karamell illat van.
Amikor megfürdik, akkor már nem lesz ilyen. Uh-huh. Aha. Jó, de ebből van illatosított? Tehát ha kérek vaníliásat, akkor azt nyomod? Máshol. Aha, értem. Tehát oldatonként más az illata. Jó. Nagyon jó, hát akkor fújogassátok. Jó, fújjátok le, és Gyuli, milyen gyakran fürdesz minden nap? Jó. Hát, tehát nem úgy van, mint hétfő, szerda, péntek, hanem tehát ma fürdős nap van, ma fürdesz. Jó. Nem, Gyuli barna. Tehát ez abszolút működik. Nem próbálod ki? De nem, köszi. Azt egyébként tudod, hogy tegnap a szerkesztő asszony, aki hát neked egy ismerősöd, fölhívott, hogy az életed nagy lehetősége, Feri, de tényleg, hidd el nekem, ahogy ő szokott meggyőzni bennünket, amikor ilyen hülyeségekre próbál rávenni, amit egyébként Jani meg én nagyon szívesen meg is csinálunk mindig, életed legnagyobb lehetősége, tudod, hát nincs nap, nem vagy, és nem kell elmenni, és hogy én, hogy álljak én itt egy gatyába, mondom. Imádtam volna, annyira imádtam, hogy mondjuk neked elég sok festék kellett. Hát valami. Ez az, hogy legalább kétszeres mennyiség. Igen. Mondom, el tudod ezt képzelni, hogy én itt végigvonulok egy alsó gatyába mindenki előtt? Hát, igazán bevállalós lettél volna, úgy, hogy a folyoson fújjunk. Ha persze, hogy az udvaron, nem? A kis átmenet. Juli, mondjuk este nagy buli lesz nálatok, egy kis tejszíjabb. Jobban látszik. Olyan este óriási parti. Lenyalogatva milyen íze van ennek, ha a párja esetleg beindul? Gyümölcsös íz. Uh-huh. Akkor ezen te már túl vagy ezek szerint. Mond? Nem szereted arcba kapni. Nagy baj az ám. Itt szolozzál párod. Jó, eredményhirdetés akkor holnap. Jó? Julit most szépen befújjuk, megforgatjuk, és... De tényleg mi van? Akkor be kell csuknod a szemed, igen, és arcon fújnak? Be is, konkrétan? Így összehúzod a szemedet, akkor a ráncaidban világos lesz. Aha. Szerintem. Tök rendesen arcon kell fújni. Mondjuk tényleg olyan, mint egy ilyen fényező kamrába lenne a Juli, nem? Hét réteget kérünk rá, ne jöjjön le korán. Kettő vékonyat. Aha. Figyelj, a sima tusfürdő, mert mondtad, hogy ajánlasz egy tusfürdőt, nyilván azért, hogy ne kopjon, de ha mondjuk én egy sima tusfürdővel fürdöm, akkor mi lesz holnapra? Lekopnék? Nem? Tovább tart. Jó. Plusz el lehet adni azt is. Hát. Oké, okay. Eredményhirdetés holnap. Mi van a kokóval? Jön hozzánk mondani az eredményt, hogy mennyit sikerült? Összegyűjtenünk? Ugye tegnap volt egy nagy gyűjtés, és Kokó jön nem sokára mondani az eredményt, hogy túlléptük-e esetleg a hőn áhított 5 millió, 6 millió, 7 milliós álomhatárt, amit belőttünk így elsőre, úgyhogy mindjárt jövünk vele, és a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3-4-10 lesz, pontosan 8 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Julit befújták, lefújták, arcon fújták, szemen fújták, és eredményhirdetés holnap 9 óra után, jó? Uh-huh. Mert az biztos, hogy most sötétebb lett, de hát várjunk egy napot, mert ugye itt nem arról van szó, hogy te reggel lefújod magad, este elmész egy rendezvényre, hanem tartós barnaságot ígér napokon keresztül, ugye? Ez így fontos. Van. Így van, 8 óra után le kell fürödnie a Julinak, most valóban sötétebb a színe, de igen. Ezt az én még nem mondanám barnaságnak. Hát az ő árnyalatához képest sötét, ugye megfogja a ruhát, nem fogja meg a ruhát, tusfürdővel fürdik, beül egy kárvize, foltos lesz, nem lesz foltos, tehát itt még azért vannak nyitott kérdések. De holnap akkor igazságot teszünk. De nagyon zúg ez itt nekem. Na, tegnap ugye rendeztünk egy nagy gyűjtést, és mára ígértük, hogy elmondjuk, hogy mennyit sikerült összegyűjteni. Ugye tegnap még 10 óra után zajlott az összesítés, számolni kellett, és becsordogálni minden összegnek a különböző szolgáltatóktól, de most megtudjuk, hogy mennyit sikerült gyűjteni. Itt van velünk Kokó, hello Kokó, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó. Azzal kezdem, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek a segítséget, amit tavaly is, meg idén is nyújtottatok, fantasztikus munkát végeztetek. Hoztam nektek egy bögrét, a szeretetésség felirattal, és a 13-53-as adományvonal is rajta van. Nagyon szépen köszönjük. Tessék, ki a negyedik? Mert látom, négyet hoztál. Három jár nektek, és a negyedik legyen egy hallgatói. Egy hallgató, legyen egy hallgatói, jó. Mondjuk a legszívhez szóló üzenetet küldte nektek tegnap, vagy akár a mai nap kapcsán ezzel az adománygyűjtő kampányunkkal kapcsolatban. És hát akkor most hirdessek eredményt, mondjam hát el a számadatot? Hát mondd, hogy ugye beszéltünk, hogy már milyen jó lenne pár milliót összehozni, 5 millió, 6 millió, hát ugye itt nem volt több időnk, mint hogy mennyi, körülbelül 2-2.5 óra, ugye 7:30-kor indult a dolog, és 10 órakor azt nagyjából le is zártuk, a Csabi talán még párszor említette, de persze, 250 forintonként mennyi jött össze? 7 óra 20 perctől egészen 9 óráig néztük az adatokat. Csak 9 óráig? Csak 9? De 10-et nem nézted? 10-et nem nézted? Még a visszaszámlálás, ott gyűjt még mindenki egyet, igen. 10 óráig néztük a számokat, és hogyha azt veszük, hogy egy darab SMS vagy telefonhívás szinte mindegy 250 forintot jelentett, és 250 forintból mi tudunk egy tál ételt adni az éhezőknek, egyébként ma is lesz ételosztásunk Csepelen,
egészen karácsonyig osszuk az ételt, tehát egy embernek 250 forintért egy hívásért, akkor elmondhatom, hogy közel 10 000 embernek adtok ti most meleg ételt, mert hogy közel 10 millió forint jött össze, nem értük el a tavalyi 15-öt, viszont fantasztikus. Hát óriás. 10 millió forint. Nem, nincs még. Ez a hallgatóknak szól. Nincs még meg a 10 millió. Nincs még meg. Viszont van még idő adás végéig. Mert 9,5 fölött egy picivel állt meg a dolog. Óriási dolog. Tehát akkor 9500 embernek már most megvan a meleg étel, és hogyha van még egy kis idő, és még partnerek vagytok ebben, akkor nagyon szépen köszönjük meg ezt a további 500 telefonhívást, és akkor legyen ez a bögre még mondjuk a mai napi üzenetekhez hozzá. Jó, persze, mai napi üzenetekhez, vagy valakinek, aki tegnap segített, vagy írt, hogy neki is kevés van, de segített, Gyuli visszanézi az SMS-eket, és akkor jó helyre fog menni, abszolút, igen. 10 millió forint, 2,5 óra alatt, hát ez egy nagyon nagy dolog, ami ugye nyilván ma mi érdem, még nem azért mondom, hanem a hallgatók és mindenki, aki közös érdem, így van. Aki erre rászánt 250 forintot, 500-at, 750-et, 1000-et ki mennyit tudott erre rászánni. Így van, van, aki több SMS-t küldött, vagy többször hívta, ezt nekünk is megírták, úgyhogy aranyosak, tündérek vagytok, nagyon jó. És ugye ez az adományvonal az egész évben működik és él, tehát ilyenkor az ilyen nagy segítséggel nagyon meg tudjuk lökni, de egyébként nem mondom, hogy mindenkinek minden nap legyen erre energiája, pénze, és ezzel foglalkozom, de amikor az embernek eszébe jut az, hogy ugye nagyon sokszor mentsük meg a lelkünket azzal, hogy leengedjük egy picit az autóablakát, és kilakunk mondjuk 200 forintot az épp ott kolduló hajléktalannak. Ugyanezt meg tudjuk tenni egy SMS formájában, vagy egy telefonhívás formájában is, akár naponta, vagy hogy amikor az embernek eszébe jut valamilyen oknál fogva az, hogy a szívét egy picit megnyitse. És ráadásul az nem is biztos, hogy jó helyre megy, ugye tudjuk, ez valamelyik reggel beszéltünk erről. Hát igen. Aki adott 250 forintról, hogy az néha nem annak megy, akinek adtad. Legtöbbször nem, itt viszont jó helyre megy. Egész biztos. Jó, hát reméljük akkor, hogy hasznos dolgokra tudjátok költeni, ismerve a segélyszervezetet abszolút. Úgyhogy, ha bármilyen van, akkor szóljatok. Mi pedig köszönjük a mi drága hallgatóinknak, 2,5 óra, közel 3 óra alatt 10 millió forintot összegyűjteni, az nagyon, nagyon nagy dolog. Volt, köszönöm szépen, és akkor hagyj kérjelek meg titeket még, hogy állandó kéréssel jövök hozzá. Hihetetlen, most kérdés, igen, kérdés, igen, finoman csinálod, néha hozol is valamit, de inkább kérsz, gyanús vagy. Igen. De ez a kérdés most egy érdekes történet. Tudom, hogy ti is jótékonyak vagytok, és nagyon sok dologban vesztek részt, de hogyha egyszer lenne időtök, és elkísérnetek minket valahova, akkor személyes élmények alapján egész biztos, hogy ti is könnyebben tudnátok segíteni a hallgatóknak a döntés meghozásában. Tehát, hogyha itt akár egy ételosztásra, akár egy itt Budapest közeli akciónkra, a hajléktalan szállásoktól kezdve a probléma megoldásokon keresztül, vagy most mondom például most karácsonykor az ételosztáson, vagy a tanszerosztástól kezdve, nagyon sok akciónk van itt a közelben elérhető, nem vesz igénybe olyan borzasztó sok időt, de ha egyszer eljöttök és közvetlen közelről tapasztaljátok a munkát, hogy dolgoznak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai, akkor nektek is egy, én tudom, hogy ez kell, mert én magam is ezért. Nyilván inspiráció, hogy nem, az ember ezt személyesen átéli, egész más, hogy ott valakinek valamit a kezébe adsz és megköszöni, mint hogy mondjuk így adáson keresztül. Hát persze, ezt is megteszi az ember, azt is megteszi. Nem várom hogy most tőletek a válasz, hogy igen, mondtok azonnal. És nehéz rá nemet mondani. De nem, szívesen. Egyébként nagyon keveset beszélünk erről, meg szerintem nem is kell, hogy minden sarkon, amikor az ember ilyet csinál, ott legyen egy kamera. Csinálják így is, de az nem baj. De rólam is köztudott, Feril is köztudott, műsorban is megemlíti egy pár szó, hogy Janinak is vannak magán. Úgyhogy ezt az ember csinálja, csak nyilván keveset beszélünk róla, de nem is nagyon kell. Ebben ezzel egyetértek, valóban nem szép dolog, amikor az ember azzal kérkedik, hogy ő mennyire jótékony, ugyanakkor, amikor nyilvánosságra kerül az, hogy Balázs jótékonykodott, akkor az annak az üzenete, amellett, hogy egyébként valóban te is kimondottan hogy jobb színben tűnsz fel, azért annak van egy üzenete, hogyha a Balázs jótékonykodik, akkor biztos jó dolog jótékonykodni, jónak lenni jó, és igenis sok embernek adunk ezzel olyan életvezetési tanácsot. Egyébként ez külföldön, vagy Amerikában, vagy fejlettebb nyugati társadalomban, ez egy teljesen természetes dolog, hogy a közéleti szereplők igenis aktívan kiveszik magukat az ilyen feladatok elvégzésében. Persze, és meg ez itthon is megy, meg ezzel nincs is semmi baj, nagyon sokan odaállnak. Nekem sokszor az nem tetszik, hogy tudod, egy magazinműsor kamerája hirtelen ott van, és akkor gyorsan megyek valóban jótékonykodni, de előtte azért szólok két kamerás embernek, meg egy fotósnak, hogy menjen. Tehát az kicsit mindig ilyen visszás. De hát az ember odáll, ha csendben, ha nyilvánosság előtt teszi, persze. Ha a cél nemes, akkor hogy ne, ez nagyon fontos. Akkor megígérjük, hogy amikor eljössz velünk ételt osztani, nem lesz ott kamera. Az nagyon jó. Na, nagyon jó. Sok ilyet megyek, és mindig azt kérem, hogy én, ha valamiről akarok, nekem a rádió itt van, mi nyilvánosság, de ha én ilyen helyre megyek, akkor az nem azért, hogy utána ott este ott legyek. Nem látjuk a képernyőn, akkor épp ételt osztok. Igen, ha nem vagyok, akkor éppen ételt osztok, igen. Kokó, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. Mi köszönjük a kedves hallgatóknak. És jövőre békés, folytatjuk. Boldog karácsonyt mindenkinek. Köszönjük szépen. Kokó, köszönjük szépen. És hát a mi hallgatóinknak is természetesen. Nagyon drágák vagytok. Jók voltatok megint. Igen.
De tényleg, hogyha bármikor. Hosszál egy gyorsan 10 millió. Nem jó, mondta így. Azért, mert azóta ezen számolok, és próbálok egyszerre matakozni, egyszerre beszélni, és egyszerre kérdezni, de hogy ez valahogy nem jön ki. Igen, tehát, hogy 10 millió forint jött, azt elosztott 250-nel, annyi adag étel van. Ha akarod, mert megnyitottam már a számológépet. Már te is rámentél a számítógépre. 1-2-H, ez 10 millió, osztva 250 forinttal, mert ő azt mondta, hogy 250 forint, az azt mondja, 40 ezer esemes. Na, tehát 40 ezer szer. Így van, 40 ezer adag étel van, és 40 ezer szer hívtátok mindenki, aki segített. Uh-huh. Na, hát az nagyon az szép. Több mint remek ilyen rövid idő alatt. Jó, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek. 6 perc van pontosan 10 óra. Júli már elment átöltözni, úgyhogy a teszt zajlik, holnap pedig eredményhirdetés. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Hadd meséljem el gyorsan, csak egy mondat erejük, hogy majd jubileumi vagy, ahogy Kovács Lajos mondta a Koltai Robi filmében a szamában, jubileumi futást rendeztem. Pontosan egy évvel ezelőtt volt, amikor kiküldtetek a Margit szigetre, a hóba is körbefuttattátok velem, és most mondom megint, hogy köszönöm. De jó Isten, az egy éve volt egy már. Éve. Én azóta is futok, és ma reggel is. Hát nem a Margit szigeten, hanem kis környezetemben, lakókörnyezetemben, de futottam. És mennyit? 6 kilométer? Igen, ezt a 6 kilométert futottam vagy. Ma is, igen. Csabi, büszkék vagyunk. Köszönöm. Joggal viselheted a szupermenes pólódat. Mert az vagyok. Igen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mit szólsz a 10 millió, szép, nem? Hát ez valami hihetetlen. Döbbenet. Igen. Hát nagyon, nagyon. Nagyon erősek vagyunk így együtt, mindannyian. Igen, nagyon drágák a mi hallgatóink, tényleg. Hívjuk a nap hallgatóját, aki kap egy plusz nyereményt, plusz ugyan állatok is zajlik még, a minden nap karácsony, hogy beszélünk róla egy mondatot. Óránként 50 ezer forint. Nyi nyeremény. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello! Tróger, csak így finoman, így írtad alá? Tróger, kutya, de egyébként igen, Tróger. Igen, tetszik. Ugye a mobil szoláriumot teszteltünk, holnap mondjuk majd az eredményt, hogy milyen volt, átment a tesztem. Azt írtad, hogy nekem azt mondták, hogy a mobil szóli az, hogy odaveszek repjegyet, ahol süt a nap. Szimpatikus kis hozzászólás volt ez. Úgyhogy ezzel te lettél a nap hallgatója. Hol hallgatsz minket, Tróger? Hát éppen Szegeden. Szegeden. Uh-huh. Gondolkoztam, hogy azt mondjam, a Jani környezetéhez tartozok, de az hazugság lenne. Az igen, az lehet. Hát ha nem oda, akkor mindenképpen. Jó, van egy Morning Show Class FM-es ajándékcsomagod, és van plusz nyereményed is, mert ugye zajlik a mindennap karácsony itt a Class FM-en, és ennek már részese lehet a nap hallgatója. Hallgass majd meg, hogy mit nyertél pluszban. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Jó munkát. Köszönöm, sziasztok! Hello, hello! És ez ugye nálatok is megy, Csabi? Így van, tehát óránként 50 ezer forint nyeremény, ez ugye napi szinten majdnem 500 000 jelent. Ma megint szállodai utalványokat lehet nyerni, csak úgy, mint az előbbi nap hallgatója, a következő órában megint csak Mezőkövesdre, de lesz ma még nyeremény Mórahalomra, Tiszafüredre, és mindemellett a Kívánság műsorban én továbbra is kíváncsi vagyok arra, hogy milyen újévi fogadalmakkal készülnek a drága jó hallgatóink, majd ezt mindig elmesélik a dalkérések mellé. Úgyhogy lesz játék, lesz őrület, lesz őrület. Amerika. Az. Amerika. Őrület. Jó, Amerika. János elment, holnap jön. Uh-huh. Itt leszünk még, menjünk van, három napunk? Három napunk. Ha már ilyen nagyon kedvesen jótékonykodtunk, itt ugye is a 10 millió forint összegyűlt, akkor én is ajánlanék egyet. Ez egy kulturális program, ott lehet jótékonykodni. Vácon pénteken, este 8 órakor a Piarista Gimnázium dísztermében lesz egy jótékony koncert, a Lámpás 92 alapítványnak. Én nagyon sokat dolgozom velük, megbízhatóak, aranyosak, szépek, kedvesek, okosak, fogyatékos fiataloknak segítenek ők, ha tudok, akkor én is segítek, és péntek este én is ott leszek, úgyhogy gyertek el, ha akartok egy kicsit segíteni. Jó, tehát egy nagy koncert lesz Harcsa Veronikával, meg Gyémán Bálinttal, és akkor közben ott lehet aranyosan beszélgetni velünk, meg természetesen kis készpénzt hozni belépőre. Ingyenes egyébként a buli, de úgy lehet segíteni. Ez jó helyre megy, ugye? Így van, ez nagyon jó helyre megy. Na. Jó, úgyhogy köszönöm, hogy ha ez is csatlakoztok péntek. Nagyon helyes. 3 perc, pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Szevasztok! Ciao, ciao.